Na hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok, szia sziasztok. Viktor. 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 egy kis celeb, majd is regisztráció van. kezdjük ezzel is, és keresünk celebet, keresünk. Ha van celeb hallgatónk, szívesen kihívjuk a pódiumra majd egy ilyen rövid jelenet elején. Ha nincs, akkor lehet, hogy Viktor lesz a szerepünk. Viktor, fogsz-e gitározni, a ma ajánlisom? Igen, félmesztelen. Félmesztelen fog. Nagyon jó, addig még kigyúrhatod magad, még, még van időnk. Zsolt, biztos, hogy több húzóckodást fogok megcsinálni, mint te. Tehát ezt, ezt a azt szerintem ne. Jó. Nem, a, én nem a testem megyek a női hallgatókra, én táncolni fogok velük, és uh -huh. határozottan nem félmeztelenül meg kellenek a női hallgatók. Balá meg be lehet ülni egy sarokba empatizálni. Bal Balást ezért visszük. És se nem gitározik, se nem táncolt. Gitar Beszélget, a... én majd beszélgetek. Ö, én furián játszom. Tényleg? Vagy... Igen, a gyerekeknek egészen kisgyerekkoruktól mindig magyar népdalokkal altattam el őket. Ö, hát ez nem tudom, mennyire Csajolodos. De énekelted csak, vagy furiáztam? Én furiáztam. És elúttak a furjára. Ők furúja így visít. Ő, ne? ő, ők nem, nem, mert ugye van a, van a kicsi furúja, meg van a nagyobb. A, a kicsinek nagyon ilyen fülsértő hangja van, a nagyobb, az, az, az annak szerintem jó hangja van. Aha. Mert én énekelgetek sokat a babámnak, de furúja, hát az kemény lenne. Na jó, ez lesz a polkérdés. Magyar népdalokat, tehát hogy mi itt nemzetiek vagyunk, csak azért nem szögezzük én, is népdal, én is Nem tudom, mennyire csajózósak. Tehát az, én azt hiszem, hogy a gitárral a tábortűznél jobb, nagyobb sikere van az embernek, mint a hiszi. Megmondom, hol nem volt sikered. Na, hol nem volt? A feleségem. A feleségem... Ja, ja, Patikus. várj, hangszalaggyulladásom volt, még azért nem tudok most se beszélni. Múlt héten nem tudtam beszélni négy napig egyáltalán. És feleségem, diktált, hogy akkor mit szedjen be a Viktor. Viktor meg visszaküldte ugyanazt a mondatot, amit én szoktam a feleségemnek, amikor tukmány elem a gyógyszereket. Mi az? Placebo. Placebo. De azért várja, mert de. olyanokat küldött, amit utána, utána néztem, és megnéztem, hogy vannak -e erről stadik, ugye, az még, csak azért egy olyan helyen vagyunk, hogy adatokkal dolgozunk, hogy van -e erről valami tanulmány, hogy kimutattak, hogy izlandizus most semmilyen tanulmány nincs rá, hogy hatékony, és az a megállapítás az EU-s EU, EU izének el is küldtem Zsoltnak, hogy hát ezt használják már régóta, ártani nem árt, biztos, biztos jó, de semmilyen olyan, tudod, hogy double blind placebo control study, ahogy normálisan kell egy nincs ezekről. Csak nagyon jól tudod, hogy egyrészt ugye... Ez, 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 mert, ez ha... mert, ezek mind nem vényre kaphatóak, és igen, 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 de, lehetne, de lehet tehát lehet csinálni sztalit, és ki lehetne mutatni, hogy tudod, száz ember kapta száz, 100, 100 placebo-t, kapott persze. senki, nem tudja, 94-hatot, 20 ot nincs ilyen tanulmány. lett. Először is, hát a feleségem kb. 8, 8 tételt sorolt fel, és egy volt az izlandi zúzmok. Bocsát, én most azért lesokkolottam, hogy csak a vényes gyógyszereknél van study, a vényes nem, ez nem így van, azért ez nem így van. Figyelj, ennél csináltak egy stadit, várják, izlandi Zuzmóra egy stadit találtam, mit tudom én, 45 embert vizsgáltak, köhögtek, adtak nekik, 28 3 nap múlva meggyógyult. De tudod, nem tudjuk, hogy ja, ha nem ja, kapott. Ja. Ha, De álljunk semmi... már meg egy picit, Viktor, hát az orvostudomány, 30 kötőjel 70 a placebo hatás. Nem, hát, hogyha... nem, mi, mi, nem, mi, nem, mi nem, nem, nem. mi az, nem, nem, hát, nem, hát, nem, hát, mert, 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 érted, nem, nem, a, a fele hatásra, azt, nem, hogy nem, 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 n Hát mi az, hogy nem? Hát, hát, de tudod az? mérni, Zsolt, pont ez. nem értem, hogy tudod mérni, mégis az emberek boldogan szedik a homeopátiát, tudják, hogy nincs hatás, boldogan szedik. Nem tudják, hogy nincs hatása. Azt gondolják, hogy van. És ettől lesz. Hát gyerekek! Van placebo hatás, nem na, ezt akarod, hogy na, szuk, Én meg De várjál, a szernek placebo hatása van. Így van. A rendes gyógyszernek rendes hatása Értem, van. Értem, és ha te egy köcsög vagy, aki megnézi a stadikat, akkor hát csak a valós hatása hat. Nem is gyógyultam van. Meg. Egy, na, ez a, egyébként meg. Egyébként meg Viktor jobb lenne a hinnél a, a placebo-ra is. Tudom, hát tudom, ezt mondja A homeopatianak is a, is a víz, víz átvette a jelet, vagy nem tudom, és akkor érted. Higított ha... holdfény, ez a kedvencem. Higított holtfény? Higított holdfény. Um, Szerintem a rendes homopátiában nincs ilyen. Az még a homopátiának ez, most egy rendes homopátia. Nem holtfény, hanem mit tudom én mi a... a, a hangya illata. Na, na minden, hagyjuk most a, hagyjuk a, a, a mert tényleg ilyenek vannak. Na, és akkor, akkor na figyeljetek, tehát a, ez Magyarország, vaszki. mondtam, mondtam, gyöngyöt, gyöngyött a elé. Mondtam, ne, elmondtam, elmondtam azt, hogy tudod, a nyugdíj előttörköségi számlát lehet nyitni a webkincstárnál, és mondtam, hogy ez hülyeség, mert akkor az azt jelenti, hogy a hosszú időtávra alacsony kockázatú kötvényekbe fektetsz, és akkor többet fogsz szívni a hozam. Több lesz a hozamon a bukásod, mint amennyi támogatást kapsz. Igen. Tehát, hogy nem éri meg végül nem éri meg. Ha, részvény. Ugye, ha feltételezzük, hogy a részvénynek nagyobb a hozama, mint a kötvénynek a jövőben. Így van. Ezt kell fel feltételezni. Igen. Ez fontos. Ez fontos. Oké. Na, és... Nem biztos. Nem biztos. Jó, hogy örülök. Végre valaki jött, aki szerint eshetnek is a részvények. Na. Na. Még, és egy, a... még egy másik. Még egy, még egyet találtunk. Na. És... Bocs, meghallgatom a múltkori tesztet, hogy S&P nem esett, ez borzasztó volt. Na jó, a telefon most ez... is menni. Jó, oké, okay, okay, majd lesz, okay. Ez, 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 ez minősíthetetlen volt. Jó van, Istenem, gyerekek, új, dedoktrináltak voltok, ezt nem hiszem el. Na, és akkor, és akkor és akkor mibe köt bele mindenki? Hogy az nem működik, hogyha egy évvel a nyugdíj előtt veszem meg, és akkor egy évre megkapom a 20%-ot, mert tíz évig kell tartani. Nagyon jó, a kiskapuk nem működnek, nem a kiskapuk miatt raktam azt ide, hanem a, hanem a bölcsesség miatt tessék, de itt, 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 itt mindenki ebbe kötött bele, hogy miért mondok ilyen hülyeséget, ő nem tudja ezt megcsinálni. És menj már a regisztráció, ebben az izében is lesz a holmajár is, és ott lehet kommentelni. És már ilyen, ilyen kommentek jönnek, hogy hol lehet sortolni a bítet. Most Sehol. De, de is lehet, nálam lehet. Is is sem lehet. Köszönjük kérhetnek tőled. Pontosan, Azzal nálam különbség. lehet. Nekem hosszú távra van nagyon sok bit alapom, nálam lehet sortolni, de az van, hogy ugye ez vicces, mert, mert ugye mi, miért, mert mit látnak, hogy ilyen függőlegesen emelkedik az árfolyama, és azt hiszik, hogy ez fenntartott. De pont egy abszolút az a jó és a rossz, hogy ez bizony fölfelé is akármennyit mehet, meg lefelé is. Tehát, hogy ugye egy részvény alapban, mi a jó, miért mondjuk az, egy részvény, alap, részvény hosszú távon, mert az, 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 nem az lesz, hogy ez lemegy nullába, és nem az lesz, hogy fölmegy a triplájára, Ö, ott, ott, van return to mind, de egy abszolút nincs, és ez jó is, meg rossz is, ugye? Egyébként ez nagyon fontos, nekem volt ilyen ismerősöm, hogy egy abszolút hozamú alapról, nagyon sokat esett, akkor megveszem, mert biztos most már föl fog menni. És ugye pont ezt mondtam el, hogy itt nincs ez a reversion to mean, tehát hogy olcsóvá vált, mert nem válik olcsóvá az abszolút hozamú alap. Ha folyamatosan elcseszi az alapkezelő, akkor végtelenség bukhat, ha jól csinálják, akkor meg Hát ez van, a, a mi végzség végzség inkább a, tehát a részvény alapra igaz, ha valaki ezt a hatást A kötvény alapokra is igaz végül is. Uh, igen, kötvényalapokra is. Hát igaz, a magyar, nézd meg a magyar kötvényeket, óriás szárnyalás volt a 2021-ig, utána gigantikus összeomlás, most megint volt egy óriás fölpattanás, tehát hogy igen, csak ott, hogyha valami nagyon-nagyon elcseszett országba vásárolsz bele, akkor talán nehezebb megítélni. Persze a részvénybe is nagyon nehéz lehet megítélni, hogyha valami extrém Hát csak egy rész, hogy index abban azért lesz minden, tehát hogy, hogy egy, -egy S&P 500, tudjátok. De igen, tehát jobban bízok egy jól diversifikált részvényindexbe, hogy visszapattam, mint Mind egy, egy nagyon elcseszett országnak a Az biztos, alapjában. az biztos, igen. És mint egy nagyon elcseszett alapkezelő abszolút az a Na, akkor tessék. Figyelj, Viktor, mindig örömmel fogadjuk a lelkes, amatőr, műsorszerkesztőink ötleteit, úgyhogy most Viktor... Igen, hoztam történeteket. Hoztam, figyelj, pár röviden van, hogy ilyen stand-up hozhassak én is egy kicsit, úgy, mint Zsolt, mert hogy én érdekességet kell bedobni. Úgyhogy van egy pár, izném, amit hoztam hozzá, szóljatok majd hozzá, hogy múlt héten nem tudom, emlékeztek -e, erről, volt ez a opera botrány, hogy az operában meghosszabbították a büfé szünetet fél órával, fél órára, hogy nem, beraktak egy büfészőből. Hogy beraktak. Igen, hogy, hogy, az emberek nem érjük fogyasz... alatt, olvastuk az összes elemzést Oké, okay, hogy fogyasszanak a izébe. Várjál, várjál, meg kapcsolódok hozzá. Ugye fölhívnak, nem tudtam fölvenni, mert ugye nem volt hangom, a küldtek SMS-t egy, egy, magyar tévétől, hogy menjek már be nyilatkozni erről a témáról. Erről? De tudjátok, hogy miért, tudod miért? Már nem. nem. de gondolkozzunk a egy kicsit. Viktor és az opera. Ah, a a, a Mint egy elment a, a hangod. A, 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 a büfé. Hát, hát ugyanis. Nem, nem, Warren Buffett, nem. nem, És az történt, hogy előtte a büfét, előtte, mert az is volt a híre, hogy fél évvel előtte bontottak szerződést, az operaház büféje a zsidai csoporttal. <laughs> Jaj! Egyébként ezt nekem én, is néha hogy teket biztos, hogy összekevernék. Ugye, tehát most szeretnénk <laughs> közölni mindenkivel, hogy zsidai Zoltán, idézőjelben Rój, ugye így ez az egyéb neve még, i betűvel van, nem y-nal, Zoltán nem Viktor, uh, ilyen nem a vendéglátós, a nem vendéglátós, nem rokonom, Ormán Rahel mentora, én nem vagyok Ormán Rahel mentora, tehát hogy ez egy két különböző. Egyébként gondolkoztam rajta, egyébként nem volt hangom, meg egy kicsit ilyen puha is voltam, hogy tényleg bemennék, és akkor kérdeznének tőle, milyen, és milyen vicces lenne, hogy, hogy én megválaszolgatnék, hogy mit hogy, hogy áll a, nem tudom, ez a büfé. Sztori. De nem, nem mertem megcsinálni valójában. ott hogy hogy, a fél tehát, hogy, Volt még egy ilyenem egyébként, egy fél éve lementem, volt vidéken egy szerződést kell találni egy fiatal hölgyel, és mondta, hogy tudod, írjuk a szerződést alá, de egyébként nagyon aranyos volt, tehát nem akarom bántani, nyilván nem foglalkozik ezzel a területtel. És mondta, hogy figyelj, már megtaláltalak az interneten. Ó, mondom, baszki, biztos meg fogja kérdezni, hogy hol lesz a jövő héten a forintnak az árfolyama, vagy valamilyen hülyeség. Mondta, hogy te ilyen, ilyen fóliákkal foglalkozol, igaz? Ezt nem mondtam? Fóliák? Fóli fóliákkal fog. Hogy ilyen fóliás vagy, nem? Mert megtalált a portfolio.hu-n. Tehát nem vagyok fóliás, csak ezt, ezt mindenképpen Jó, még ezt is szerettük volna a, a leszögezni, egy kicsit szakmai legyek. Még nem a Danishoz csatolnék vissza, mert arról majd még beszélünk, erre az, jön, volt. Az a lesz. Szilárdoshoz csatolnék Na, A csatorja. mert Szilárddal a hedge fundokról, és szerintem ez egy tök téma. Hogy, és szilárd, emlékszem, hogy panaszkodott itt a, hogy nem tud elég kötvényt venni, mert a kockázati limitek és a nem tudom mi. És a... Igen, és rövid kötvénybe sokat kéne venni. Igen, igen. És hogy ezek a kockázati limitek hogy alakultak ki meg az egész törvény, és csak arra akarnék rávilágítani, hogy mennyire másként működött, vagy vagy szerintem kellene működni egy államnak. Ugye a 2000-es éveknek a közepén fölmerült az igény Magyarország, hogy legyen már, nem volt még ilyen, hogy abszolút hozamulat, nem volt a szabályozásban abszolút származtatott, semmi ilyesmi nem volt. És mondjuk néhányan szerették volna, hogy legyen, különösen én nagyon erősen nyomattam, hogy legyen már. És akkor a szakmai szervezet, egyébként máshol is fölmerült ez az igény, szakmai szervezet, oda ment a minisztériumhoz, és elmondta, hogy jó lenne, hogyha csinálnánk erre egy szabályozást, hogy hogy néz ki, meg mit tudom én. És akkor a minisztérium végig és mondta, hogy figyeljetek, végül is ennek van értelme, nem káros, máshol is csinálják, akkor csináljátok meg. És akkor mondták a hogy akkor írjátok le, hogy milyen limitek legyenek, ugye, hogy, hogy legyenek, és akkor megtaláltak engem, hogy én meg írjam meg. Ugye, mert senki nem értette, ez meg nem fog. Tehát én írtam ezt Hány a szabályozást. 2004 5 nem tudom. És akkor megírtam ezt a szabályozást, mert volt rá két napom, és gondoltam, hogy majd pár év múlva majd úgy, úgy is átírjuk, úgy, hogyha hogy a gyakorlatban kiderül, hogy, hogy tehát 20 éve nem lesz. És lett múlt hétig Múlt héten átírt, átírogatták egy igen, kicsit most. Igen. De várjál, a, a, a szabályokat nem írták nem, át. Nem. A tőkeátételi szabályok ugyanúgy maradtak. Az Azt igen, de a maga a tőkeátételi, hogy kétszeres tőkeátétel a kötvénynek azt a szorzója 0-20. Tehát rólad beszélgettük gyakorlatilag. Igen, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Egyrészt, hogy nem lett átírva 20 év alatt, pedig már azért lehet, hogy hozzá kéne A másik, hogy, hogy azért normális esetben hogy működik egy, egy, öh, egy, egy szabályzás. És ez nem csak a mi területünkre vonatkozik, nagyon sok helyen látom azt, hogy mondjuk, tehát hogy és ez, az, ez, végül is egy kicsit egy ilyen innováció, hogy lettek abszolút hozamú alapok Magyarországon. Viszonylag hamar szeretett volna szabályozás a szakma, egyeztetett a állammal, az állama a és nyilván nem az az államnak a feladat, hogy minden szakmai kezdeményezés meg lobbit azt elfogadjon kritika nélkül. De ha azt mondja, hogy ez végül is társadalmilag oké, okay, akkor, akkor, egyeztetve a szervezetekkel ezt meg lehet is érdemes csinálni, mert fölépül rá egy ilyen kis iparág. És ennek van értelme. Ellentétben azzal, mint hogy mondjuk kiadjuk egy ügyvédi irodának, hogy most akkor ezt csináljuk meg, ezt a szabályozást, éjfélkor benyújtjuk, és éjfél után egy perccel megszavazunk. Tehát, hogy szerintem az a, tehát csak azt akarom mondani, hogy a szabályozás mennyire fontos, hogy azért tényleg legyen szakmai egyeztetés. És ez nem, most nem, tényleg nem a mi szakterületünkről szól, hanem minden szakterületről. Azt nem értem, hogy itt miért akartál szabályozást? most mi történik? Tehát, ha mi száj. Mi az, hogy múzeum? Nem lehetett csinál, lehet egy alapnak. Nem lehetett tőkátétel. Nem volt, nem volt ez a törvény. Ja, akkor jól csináltad, a szabályozást. Azt hittem, hogy te limitáltad. Nem lehetett Nem mondani az alapot, hogy nem lehetett tőkátétel. És szerinted végtelen tőkátétel is lehet? Hát Ugye nincs? Az a probléma. És miért ne? elbukja az alapkezelő a pénzét? Hát igen. igen lehet, ez a kérdés. De egyáltalán Áll. nem lehetett. Tehát, hogy nem volt volt arra lehetőség. Nem volt. És nem azt nem, nem, az 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 az, mondod, azt megint csak, hogy nincs szabályozás, és lehet 8000 százalékos pozíciót felvenni. Igen. Az azt jelenti, hogy 100 százalék egy akkor még 80 szorosát. Oké, okay, álljunk igen. meg. És akkor te mondhatod azt, hogy hát virágozzék ezer virág, meg piac van, hát az ügyfél majd, ha olyan, tehát jön egy izé hát egy de senki őt, nem alapkezelő. Fogja fölvenni. Hát de fölveszünk egy őrült alapkezelő? De, Mi? De, 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 lenne, de, aki megcsinálja. Hát, miért de. vennénk fel Nem, nem, Zsolt, te azt mondtam hogy majd a piac kiszűri. Csak ugye az a kérdés, hogy előtte, tehát jön egy őrült alapkezelő, 8000 os pozíciót vesz fel, ugye, annak az a kockázat, hogy lehet, hogy nagyon nagyot nyersz, lehet nagyon nagyot buksz, de azért jó esély. Előbb-utóbb a pénzét, De most is meg lehet csinálni azt, hogy... Most, most nem lehet megcsinálni. Meg lehet csinálni azt, azt, hogy nagyon iszonyatosan volatilis eszközökből 100 százalékát telerakod a portfóliódnak, és megcsinálod ezt a gyakorlatilag 8000 szeres tők át, tehát ki lehet játszani? Nem, Jön egy nem őrült, az ki játszani. most is másik, ugye? 800%-ot. Hát, hát. A csupa opcióval veszett tele. Nem de... lehet tele venni az opcióval? Hogy ne lehetne? Ráadásul távoli opcióval, ami azt mondjuk, hogy, hogy nem, vagy, vagy tizet ér, vagy nullát. Ezt értem, de hogy. Hát tehát, akkor... hogy most is lehet őrültséget csinálni? Hiszen hát, no, e... akkor őrültséget nem, vagy nem olyan egyszerűen? De az, mert mi mert lesz? A, nem az lesz a küszöb, hogy ez, az, ez a szabályozás, hanem az, hogy mi ide nem veszünk fel egy gyűlöletet. Zsolt, ez igaz. Egyébként szerintem abban a világban, amikor a Viktor. De segített írni ezt a szabályzatot, a <hut> törvényt, ültek, akkor, koningált. akkor szóval sokkal sokkal többféle alapkezelő volt, sokkal több ilyen egyéni történet. Tehát most azért ez a piac sajnos egyébként eléggé bekonszolidálódott. Igen, benyújthattuk volna azt a szabályozást, és hisz, hiszen itt van az államnak a szerepe, mert benyújthattuk volna azt a szabályzatot, hogy lehessen végtel, bármennyi. a bármennyi tőkát, itt Most 800 százalék, azért mondtam 8000-et, azt hiszem, hogy 800 Igen, százalék. Igen, az a szorzókkal 800. Igen, de hogy... Mind, jó. jó, mindegy. Tehát, hogy benyújthatunk volna sokkal többet, mint minden, és szerintem azt joggal utasította volna el a szabályozó, és szerintem sikerült egy olyan konszenzusra jutnunk, amire azt mondta a szabályozó is, hogy figyeljetek, ez még értelmes kockázatvállásra ösztönöz, és a, nekünk is elfogadható volt, és szerintem ez a, ez a jó szabályozás, hogy a szakmai szervezet egyeztet, hogy mi az érdeke a döntéshozónak, mi az érdeke a társadalomnak, és mi az érdeke a, a, az adott szakmának, és akkor ebből kihozunk egy konszenzus. Nem, hát így kellene működni egy, é, egy csak, csak, ezt akartam elmondani, ezt akartam kihozni az egészből. Hogy ez... Értem, de egyébként megértettem, hogy igazából előtte egy nagyon szigorú szabályozás volt, és azt lazítottad föl. Tehát így jó szabályozás, hogyha a korábbi hát szigorú... előtte nem lehetett, ugye, hát Az egy szigorú kell, szabályozás. igen, igen, igen. Mert nem volt rá erre példa. Igen. És Na, akkor van még egy, nem. egy hogy utolsóan van, a, a, ezért ezt meghagyom. Az, az, az beilleszted, igen. Durva lesz. Ö, mert a hedgefundokról is beszéltetek. És csak hogy, hogy, hogy amik most vannak hedgefundok, tehát szerintem nem biztos, hogy az összes hallgató tudja, hogy ez hogy alakult ki. Ez csak így két percben, hogy a hedgefundoknak hogy a... Hedge a Na, gyere, gyere Viktor a hedgefundokkal. Utána hagylak benneteket beszélni, <síl> mert <síl> úgy is elmegy a hangom. Ugye, hogy a 70-es évek elején összeomlott a Bretton woods rendszer. Amíg a Bretton woods rendszer volt, az egy ilyen fél arany standard volt, minden a dollárhoz volt kötve, a dollár meg az aranyhoz. És nem nagyon voltak tőkemozgások. Tehát te amerikai befektető voltál, nem biztos, hogy nagyon könnyen tudtál mondjuk olasz részvényeket venni. Nem is voltak például kötvény meg ilyen határidős piacok se voltak, azok is a 70-es évek végén kezdtek kialakulni. Komoditira voltak, tehát árupiacokra voltak határidős piacok. És az van, hogy véget ér a Bretton woods rendszer, és hirtelen kinyílik a világ. És nem csak, hogy kinyílik a világ, hanem megnő a volatilitás, mert az összes devize elkezd, mint a hülye mozogni egymáshoz, ugye addig össze voltak rögzítve, ez hat a részvényekre, elkezdenek a kötvényhozamok mozogni, az arany, az olaj, minden elkezd mozogni, egy csomó lehetőség képződik. És itt jöttek be a hedge fundok, -ok, mert addig ez, ezeknek nem volt szerepük, nem tudtak volna ilyen nemzetközi befektetéseket csinálni, és itt jön be például két nagy hedge fund volt, a 70-es, 80-as éveket ők uralták. Akkor a Tiger Fund meg a Quantum Fund, az egyik ugye Soros György, a másik pedig Julian Robertson, ők ők uralják, és a világon mindenhol befektetnek, és ezzel indultak a hedge fundok, ez a globál makro Ugye nagyjából mi is ezt próbáljuk egy kicsit csinálni, tehát a mi hedge azok ezeknek a, egy kicsit abba, vagy a alapjaink. A Viktoré nagyon ilyen, mondjuk így. Igen, így. igen, igen. A Citroën hol... alap. És Zsolt. Zsolt, Zsolt... Kicsit a Micsi... szerintem nem múlva annyira globál makró. Az, ugye most pont erről beszéltünk, a, kevés a, a, a Zsolt azért inkább stockpicking időzítéssel, uh -huh. a tiéd inkább globál makró. Na mindegy, tehát hogy, hogy ez van, és akkor ez működik elég sokáig, és fölfedezték egy csomóan, hogy ugye egyrészt ezen sok pénzt lehet keresni a befektetőknek is, meg az alapkezelőknek is. És akkor elkezdtek elszaporodni. És ugye, ahogy elszaporodnak, sok eszkimó, a fóka meg ugye már csökkent, mert ugye a volatilitás beállt, mert a rendszer visszaállt egy egy, 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 egy normalitásba ugye ezeknek már nem voltak olyan lehetőségei, nem voltak olyan jó egy idő után ezeknek az alapoknak, a nagy többségének, nem tud mindenki jó hozamot csinálni, meg eleve sokan lettek. És akkor elkezdődött a hedge fundoknak a specializáció, hogy lesz csak commodity fund, lesz long short, akkor elindulnak ez a 130 per 30, vagy 130 százalék long, 30 százalék short, és ugye egyre többen csinálják ezeket, és ahogy egyre többen csinálják, ugye egyre kisebb a hozzáadott értéke. És ugye kialakul a, a hedge fund iparákban, hogy, hogy, most már vannak mindenféle ilyen szegmensek, kötvény, arbitrázs, meg mit tudom én. Tehát az eredetihez képest, ami mondjuk a 70-es években volt, amikor tényleg a globál makró volt, most már egy tökre szegmentált piac van, és tökre ilyen, ilyen specializált hedge fundok vannak, amit én nem szeretek, mert szerintem a hedge fundnak az a lényege, hogy egy szabadsága van, hogy bármibe fektethet. Na mindegy, csak úgy így jutottunk ide ehhez a magyar részér, és amikor, amikor a szabályozást csináltuk, akkor mindig az volt, hogy szeretnék egy ilyen alapot, mint a, mint a a Quantum Fund, vagy a Tiger Fund, és akkor, hogy fektethessen be bárhol, és végül is azért ez meg tudott valósulni így Magyarországon valamennyire. Na mindegy, így jutottunk ma el a hedge fundokhoz. Ugye Most rákerestem egy cikkre, de nem találtam. Közben elmondom, hogy a hedge fund jelentés, a hedge az azt jelenti, hogy le van védve. Tehát ugye ez a nagy mozgások le vannak védve, ugye? Valahol ez nem... Hedged fund, ugye? Az első hedge fund egyébként az ötödik. Ötletes... De vagy a hedged azt jelenti, hogy, hogy le vagy védve a fedezet, nagy Fedezett fedezet fedezet alap. Ugye azért hívják fedezeti alapnak Magyarország, mert a legelső hedge fundok még a makró előtt, az az 50-es években volt valójában, amit hedge fundnak hívtak, az, az, volt egy, egy nagyon jó stockpicker csávó, aki kitalálta, hogy van egy csomó szar részvény, meg vannak jó részvények, és ő ki tudja választani, és mindig volt neki, nem tudom, százalék longja, meg százalék sortja, és neutrális. Tehát, hogy bármerre ment a piac, ő elméletleg tudott keresni pénzt. Ugye ez volt az első ilyen hedge fund, és nagyon-nagyon sikeres volt ez, de a hedge fundoknak az igaz, de ez nem, nem nőtt azért annyira nagyra, a hedge fundoknak az igazi boomját, azok a globál makroalapok csinálták a 70-es, 80-as években. Tehát egyébként a hedge fund azonnal jött az 50-es, nem, hozamok csinálták, Igen, a... A... De Tehát, az, az azért volt az... hozzám, mert ugye hirtelen egy új világ jött, amiben nagyon kevés szereplő le tudta aratni a... Mert a többi, aki megértette ezeket a mozgásokat, igen, az igen. óriási erőnyben igen, igen, Na, igen. erről lesz még szó, hogy aki érti a mozgásokat. Hogy érti a globális. várunk még a cikkedre, vagy mehetünk Igen, már próbál. megtaláltam. Tehát Na. Figyelj, portfóliócikk, 2002. július 11. Na. Indul az első nemzetközi konkord alap. Szerintem ez az, az, tehát azóta már hold nemzetközi részfély alapnak hívják. Tehát engem az sok volt, amikor megtudtam, hogy ez 2002 De tudod volt. miért? Majd mindjárt elmondod, tudom miért, de. vagy sejtem, hogy miért. Tehát, hogy a pénzügyi rendszerhez van közel, meg a előtte inflációs világ, meg nem tudom, de hogy, hogy, tehát, hogy mennyire későn, és ez ilyen nagy szám volt. Én azt gondolod, az ember hát az azt olyan gondolná, nagy hogy... Szám a portfólió volt róla nem, egy cík. nem, 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 hiszem, nem hogy nem, tehát tehát előtte nem, egy volt, nem volt nemzetközi volt, alap. Egy előtte nem volt, volt arról igen, az... 2002, az nem volt olyan régen. Hát, 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 hogy ma mennyire alap, érted? És akkor az, de... hogy tudom, volt a nagy hogy ETF. ETF-ek lesznek benne. Egy pillanat. Én mondok valamit nektek, én is elmentem dolgozni, brókerci 2004-hez, és 2004-ben mondta azt az egyik broker, és az a mi, mi hatásunkra megyünk, minket ezért vettek fel, hogy megvette az első ügyfél a külföldi részvényét. Tehát 2004-ig e, igen, OTP igen, volt, MOL volt, Matáv Richter volt, pont. Külföldi részvény mi az, hogy külföldi De részvény? elmondom, hogy miért. 2001-ig nem volt szabad devizapiac Magyarországon. Igen, tehát, 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 tehát nem tudtál vás. Tehát volt ugye a csúszó leértékelés, és te, hogyha egyébként egyre azult a szabályozás, te, hogyha akartál külföldön eszközt venni, akár cégként is egy bizit meg akarta venni, akkor nem tudtál ö, bármennyi eurót ö, venni, ö, engedélyeztetni kellett egy csomó mindent, az, mondom, folyamatosan lazult a szabályozás az MMB-vel. Tehát nem volt az, hogy fogok, nem tudom, egy millió dollárt, és veszek belőle, nem tudom, Teslát, vagy nem tudom, akkor nem volt Cisco-t, vagy Microsoft-ot, vagy valamit, Tehát nem lehetett. Tehát 2001-ig erre nem volt lehetőség, mert nem volt liberalizáció. Tehát 2001 után van liberalizáció, amikor már tényleg mindenki azt csinál, amit akar. Bárki kiviszi a pénzt, haza, hazahozza Jó, De el... itt még azt is írja, hogy. A Concord nemzetközi részvényel a révén elsősorban intézményi befektetőket kíván megcélozni az alapkezelőt. Tehát még volt ilyen kis óvatosság is, hogy először csak, Ú, a, először csak a külföldi részvényt, azt az csak, részvény, az csak intézmény. Te, <laughs> ugye, én emlékszem... El, meg kéne mutatni ezt a Robin Hoodereknek manapság, hogy <laughs> meg a Revoluton trédelőknek, hogy tessék, örüljetek, hogy kis befektetőként is vettek külföldi részvényt. Hogy 2000-ben nagy nehezen sikerült hosszú utána járással egy külföldi, egy Datek online, azt már szerintem mennyi az Ameritrade, vagy nem tudom kicsoda egy online számlát nyitni, de tök nehéz volt, és tök nehéz volt rá kirakni pénzt is. Tehát nem volt ez egy egyszerű dolog. Tehát azért mondom, hogy azért nem voltak ezek, mert, mert nehéz volt ezt az egészet elintézni. Tehát nem, nem az, hogy hülyék Má. voltak az emberek. Jó, nekem akkor vége a stand-upomnak. Vége, vége, ezek vége, voltak vége, a történetek. Visszaülhet, fölveti a pólóját, elrakhatja a gitárját, és tessék, én nem hittem volna, hogy Krubi bekerül a de mert Balázs, te együtt voltál vele, Force Under 30-30, nem? Kisdobos, Force, kisdobos, nem együtt voltatok, hát Itt itt Már kisdobos ö de igen, azt hiszem. Ja, én nem emlékszem. Uh, tehát, hogy ugye ott 30 vannak ezen a listán, de a kisdobos a. A másik, hát ez az is kis feltörekvő portfólió. A, é, a, Krubi, a, Krubi biztosan nem volt az év feltörekvő portfólió menedzsere. Volt, de kisdobos, Forbesnak is van kisdobos De Na. akkor Na. már kevered a kisdobos díjakat, mert ez a is kisdobos A jár, hát az, az under 30 azok mind nyilván kisdobos De, de most mit te neked minden kisdobos amit én nyerek? hát meg kicsi ez, ez, vagy, ez mit csinálsz? Hát kisdobos vagy. Na, nem baj, hogy ott neked meg csak a 10 éves hozam számít. Az a lényeg. Ennek a felnőttek közé, igen, hogy Krúbi, ott, ott versenyez. Okay, igen, igen, igen. Onnantól kezdve, nem díszdobos diákat nyers. Na, na okay. és... Tehát, mi van Krúbi-val? Az van Krúbi-val, hogy megszólalt a mi témákban, egészen, egészen elképesztő. Hallgatja a podcastot? Ne, nem abban a témában. Például ebben a Bretton Woods témában. Na, hogyan bánsz a pénzek? Kérdezték föl, ez egy interjú. Mindig inkább spórolós voltam, ami jó, amióta zenéből élek, volt félre rakott pénzem. A karrierem eddig arról szólt, hogy ingatlanra gyűjtök, és hogy mindig van kitűzött cél. Valójában a pénz nyűg. nem foglalkozok vele annyit, amennyit kéne. Ilyenkor lenne jó valami aranystandard, és akkor nem kéne mindig pénzügyi szakértőnek lenni, hogy ne szegényedjen folyton. És akkor hadd ha fúzzak hozzá néhány mondatot. Tehát benne az az ilyenkor. Ez, ha ezt, ő ezt végiggondolta, és ezt úgy mondta okosan, akkor rengeteget nőtt a fejemben. Kubi, az a közgázra járt egyébként. A, na, bár akkor... az ez a mondás azért egy átlag is nagyon intelligens, igen. igen. Igen, Nem, és... nem. Ez, nem? ez borzasztó, ez az arany. Jó, tanított, de várj, várj, mondás. de hogy, az, az, azt mondja... nem, hogy... hadd mondja meg, hogy mit mond. Vagy, jó. hát, hát én, hát, ó... én, én elmagyarázom, mit jó. értek alatt. Tehát ez ilyenkor inflációs környezet, bizonytalanság, nem tudom, és akkor azt mondja, ez arany standardban, Hát ugye mondjuk... Nincs ez. nincs ez, mert ugye át... Hát ahogy ugye mondtad, ugye fixál, az, az, az standardban, standardban nincs arany, a, a do dollár az aranyhoz, több, többi deviza is. Kes, más a azt az, mondja, az, hogy... az megtartja az értékét folyamatosan. Nem, mivel? ez nem, tehát Hát nem, rinke. ennyire egyszerű az élet, hogy most. nincs ilyen, hogy most mondjuk forint elgyengül, akkor importált infláció, hanem ezek a hatások akkor lassabban gyűrűznek be. És, és, és ugye, és, de, ha ugye azt, és azt is érteni vélem ebben, hogy ő érti, hogy bizony egy aranystandardban a fasságokkal kevesebb lenne a pénz. Tehát az ő zenéje, az a tehát hallgattam a símet, csitáborra mentünk, hallottam a, a, kocsiba, fölraktam a saját főhallgatómmal a brendali. De, de ne viccelj, mert a klubi nagyon jó művész. borzalmas borzalma zenéje van. miért, de, de miért, rossz, hogy ez miért? <laughs> <enne laughs> borzalmas a zenéje? Tessék. Miért lenne borzalmas a zenéje? Hát én nem bírtam hallgatni. Öt már, de mi ne. bajod van vele? Hogy rossz. De ő egy igazi hiteles művész, aki őszinte beszél. Az, 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 semmi bajom Krubival. Hát rengeteg, érted, nekem Mozart is rossz. Tehát érted, most Mozarttal egy polcot tettem. Tett, hát, hát, de jó, hát, de jó, most nem menjünk bele, hogy Zsolt most, most Krubit Mozarttal egy polcot tettem, tehát ez én esélyt meg. de az nyilvánvaló, hogyha aranystandardban, éppen azért, mert nem nincsenek ezek a fasságok, egy ilyen hülye zenére is kevesebb pénz jutna. Tehát akkor Krubi nem lenne gazdag. Sz hogyha nem egy ilyen... Nem, de hát az... Micsoda? Jó, figyelj. A buborék szerintem... A klubi igaz. minden rendszerben gazdag lenne, ha most gazdag. Ö, csak sokkal kevésbé. Ugye az egyenlőtlenségekhez is, de hát azért le kell... Nem. Nem. Jó, jó, Na, akkor ezt mondjátok az meg. Na, Viktor, miért? Ki az Na, az és, és, azt, hogy nem kell szakértőnek lenni, kedves Krubi, itt se kell szakértőnek lenni. Tehát vannak szakértők, akik rá lehet ezt bízni, és, és én sem nyafogok, hogy milyen nehéz ja, lenni, Van, ha egy... nem meghallgatok egy profit. Tehát érted? Tehát ez... Na, és akkor mondjátok, a az ügyfeleink Na, köszönöm, így van, akkor kedves el... Krubi, nem kell tisztában lenni a szarságokkal, be kell menni és majd mi tisztában vagyunk a szarságokkal. Jó, van ez a, ez a, miszkon, ez a téves elképzelés, hogy az standard, az milyen jó volt, mert ez egy stabilitás, ott Viktória kor, száz évig ő volt a királynő minden nyugalom volt, ha volt egy fontod, annak 20 év múlva is egy font volt az értéke, az ugyanúgy tudta, a. Bretton Woods is aranystandard, a Krubi arra gondolt szerintem? Ö, az, az már olyan nem volt igazi aranystandard. Ugye az igazi nem, aranystandard az nem. gyakorlatilag az első világháborúval megszűnt, a két világháború között megpróbálták összeállítani. Uh, Berry Eichenklinnek van egy nagyon jó könyve, aki éreke, ilyen vastag, The Golden Fetters, vagy valami, azt hiszem ez a címe, leírja, hogy az aranystandard miért volt borzasztó szar. Tehát az volt a baj az aranystandard. Volt. Tehát az volt a baj az aranystandard, egyébként tök jó az árak, tehát a nem volt infláció. Tehát száz év átlagában nulla volt az infláció, sőt lehet, hogy még defláció is volt. Azért van előnye. Annak van egy előnye. Viszont az volt, hogy az aranystandard az egy iszonyatosan rigid rendszer volt. Tehát amikor elkezdett nőni a gazdaság, ugye nem tudott alkalmazkodni hozzá a pénzkínát, mert nem, nem, lett több arany, mert a arany a pénz, ugye. Amikor meg összeomlottak a, a gazdaság, tehát se, semmilyen irányban nem tudott, az, a, az, az változott, hogy ha találtak aranybányákat, akkor több lett az arany, és föllendült a gazdaság. És utána meg nőtt a gazdaság, és az arany mennyisége korlátozta a gazdaság növekedését. Hát erről beszélek, Viktor, amikor azt mondom, hogy a Grubi nem lehetne ilyen gazdag, mert hiszen de ott is Egy lettek új nagyon el emberek. Elhozzá, de ott is lettek nagyon gazdag emberek. De lettek, lettek, de, de azért nem, tehát érte, azért több a lehetőség itt, akkor így mondom, ebben ezt, a világban. Ezt, ezt úgy hívták, hogy the gilded age, az 1870 90 es éveket usa amikor iszonyatos vagyoni különbségek voltak egyébként aranystandardban. Voltak a szupergazdagok, ott élnek a Fifth Avenue-n, az óriás palotáikban, és nagyon sok szegény. De nem a közepes zenészek lettek a szupergazdagok. Tehát érted? Tehát nem, nem az történik, hogy, 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 hogy mert most... Akkor mi Magyarországon egy szupersztár szólok. Jó, oké. Okay. De ugye ez a Magyarországon világhírű. Na de hogy... hogy Igen. Uh, na, de... És Magyarországon a világhírű, az meggazdagszik abból, amit csinál. De, ne, érted, amit én, én mondom. értem, amit na, mondasz, jó. hogy, hogy nyilván, csak Szegény azt akarom mondani. csak ebbe a bizonytalan környezetbe szeretne valami kis kiszámíthatóságot. Jó, Ennyi na, az... csak azt akarom mondani, és ráadásul az... OVK, kedves Krubi, az a kiszámíthatóság, mondja. Oké, okay. az arancsland, megnézitek, ö, szerencsére meg lehet nézni, az usa elég, elég, elég statisztikák vannak az elmúlt 200 évről. Arany milyen hosszú volt egy recesszió, és milyen vég volt egy recesszió, három év volt egy recesszió, 10% volt átlagos GDP-es és kávé. Most mondok számokat, nem pontosak, de nagyjából jók. Amióta nem aranystandard standard van, azóta 2% egy recesszió, és egy évig tart és a fellendülések ugyanúgy sokkal hosszabbak. nem rölyek. volt ilyen brutális monetáris stimulus, nem lehetett ilyen az lazítani. De a az van, hogy egyébként a, a, pénzmennyiségnek tényleg igazodni kell valamennyire a gazdasági igényeihez, és ez a rendszer ez nem tudta alkalmazkodni, és iszonyatos mély recessziókat csinált, teljesen fölöslegesen. Tehát szerintem az aranystandard az egy ilyen, úgy él az emberek képzetében, hogy ez milyen jó nyugodt időszak volt, óriás mély és nagyon hosszú ideig tartó recessziók voltak, nem volt jó rendszer, tehát nem volt jó a gazdaság. Nekem a kedvenc szavam, amit a közgazdaságtanban tanultam, az a rigid, és mindig olyan boldog vagyok, amikor három, lehet négy, mondani. Négy 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 négy, én most. előjön, hogy Rigit. én még egy dolog, hogy azt hiszem, de majd Viktor meg, hogy ott valami majdnem száz évig, ugye az aranyára dollárban az, az ugyanaz volt, hogy mit tudom, 1840-től... 20,67 dollár volt. Na, igen, és ez, ez, ez ugye a mai a mennyire durva, hogy, hogy most azt mondanánk, hogy az arany az, nem most már nem 20 dollár, hanem 2000 dollár, és, az, és akkor 100 évig 2000 dollár. De ugye ez benne. azt is tehát ugye ez ma, A ma, ma, mai világban ugye ezt érezzük, hogy ezt nehéz elképzelni, de hát megtörtént, tehát a múltban volt ilyen. És azt is jelentette nem csak, hogy az arany, hanem mondjuk a kenyérnek az ára sem ment föl, sőt, egyébként az időben volt, hogy 20 éven át lefele ment meg a húsnak az ára, meg a fizetések sem mentek fölfelé. Tehát tényleg egy nagyon stabil rendszer volt ebből a szempontból, csak nem biztos, nem biztos hogy ez jó nekünk. És, és nem voltak hedge fund menedzserek, az biztos, hogy nem jó nekünk. Figyelj, óriás spekulációk voltak egyébként. <laughs> Ugye ennek ellenére? A, 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 hát koribán. de érted, a részvényár attól még mozogtak. Igen, tehát, igen, egy, az igaz. Úgy spekuláció, benfentes kereskedés, minden óriás tőkeáttétel áttétel, bucket -ok voltak, Na, nagyon jó, durva akkor, volt. Akkor Tehát lehet Akkor jó, akkor voltak hedge menedzserek. Na, mehetünk az izi eszen... tudjuk, a izért. Bármint tudjuk Szilártól a kettővel podcastban, hogy bucket -ok a 90-es évek Kaliforniájában is voltak. A bucket shop az ugye valójában tényleg fogadó iroda. Tehát, hogyha elolvassatok Jesse Livermore életét, ő is bucket shopokban kezdte a, 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 bizniszelést. Ott lehetett jól trédelni. Jó. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Nem. Csodálkoztam, hogy nem tudtátok, mi az, hogy Bucket Shop. Egyébként meg voltam döbbenve. Szomorú szóval Igen, szóval nem voltam. tudtam, én ott tanultam meg ezt. Ej, öh, szakmai az adásunk, Balázs, szakmai nem tudjuk, mi az, hogy Bucket Szerencsé, hogy bejött Szilárd. Mi a releváns tudással vagyunk végtelenül tisztában. Például, hogy lehet-e a S&P 500 3000 pont UFO támadás nélkül? És lehet. El, el, nem lehet. Illetve lehet. Nagyon jó. Elméletben lehet, a gyakorlatban nem lehet. És szerintem ez az utóbbi, ez a fontosabb, a relevánsabb, az adaptívabb tudás. És ha azt, hogy észreveszed, hogy a jelenlegi körülmények között az SZNP 500... Ebben kell értelmezni. Tehát nem az van szerintem, hogy a Dani azt mondta, hogy engem félrevisz az elmúlt 15 év, ugye? Ezt mondta. Ezt, igen. Én most kiszállok mondom... pihenni, mert én már kiabáltam múlt, hogy erről most a, tíz Mellég, majd majd a én én Viktor fétől, ugye, igen, igen, igen. Én azt mondom, hogy titeket visz félre az elmúlt 100 év. Tehát, hogy ne, nem, a, nem a, mert hogy mihez, mi hasonlít a közeljövőz jobban, az elmúlt 15 év, vagy az elmúlt 100 év? És szerint és egy-egy. A kettő pedig, ha változik, akkor én is változni fogok. Tehát a adaptálódni és evolválódni. És ennek egy következménye, hogyha lesz mégis négy év profit recesszió, ráadásul izé szorzócsökkenéssel, akkor én az első néhány hónap után arra át leszek álva, vagy egyre inkább. És ilyen volt 2022 egyébként. 2022-ben nagyjából egyről, egyről szólt. Nem volt recesszió, de recessziós vélelem volt, és volt Fed és magyarul volt szorzócsökkenés. És mégis 2022-ben már tíz év Fed január-februárban, és fel voltatok háborodva a fed Mi az jelentés, hogy gyakorlatilag a Fed-be akarja venni a Század, most ebben nem menjünk bele, és tehát, hogy, hogy, hogy sokkal jobb nem, az. Nem, nem ez a Fed a lényege, az a lényeg hogy azért emel a Fed kamatot, hogy, hogy leverje, leverje a? az S&P 500 És ezáltal leverje az inflációt. Igen. Na, de érted, hogyha a, e, ez a... Ez, ez nem, nem igaz nem menjünk bele a fedkóba. Jó, jó, Írtam róla egy cikket, Viktor, majd be lesz linkelve. Viktor, arra, arra válaszolja, hogy egy cikkben válaszol. De nem működött, azóta sem működik. Mm. Jó, oké, okay, menjünk Na, tovább. Hát ennyi a cikket. Nem ki. működik. Ki. Okay. Na, és akkor, és akkor, itt mondom azt, hogy, hogy, nem engem vezet fél az elmúlt tizenc év, titeket az elmúlt száz év, és ennek szerintem egy ékes példája, Viktor, no, no offense, hogy szerintem még nincs bitcoin. Tehát, hogy, hogy vagy nem Van. fogadod el. Érted? Igen, de Na, örülök. Na de, de Azt ne nem tagadta, hogy létezik eddig de, sem. Neked, Azt mondom, hogy nincs értelme. Na, figyelj, tessék, ennyit egyelőre ennyi, és akkor vitatkozzatok ezzel. Várj, várj, ezzel. Nem, nem, a, nem a bitcoinról akarok vitatkozni. Nem tudom, értem. 2000-ben tudod-e, hogy mennyi volt az S&P 500 2000 őszén? Hmm, kb. Nem, nem tudom, kb. 800 pont. 1500 pont 1500. volt. 2003-ra mi történt? Hát az esett, ugye, a 2000-es buborék. Mennyit esett? Lefele, lefeleződött. Jó. DAX index 2000-ben pont volt, elárulom, 2003-ban 2200 pont volt, majdnem a negyedére ment le. Mi történt ezen idő alatt? Csak azért, hogy, hogy nézzük meg, mi történt. Kibukott a buborékok. Várj, várj. A Fed kamatszintje egyébként 5,5-6%-on volt, nem emlékszem pontosan mennyi volt 2000-ben, levágta a végére nulla közelébe. Ennyi történt, és az volt, hogy a magas szorzón forgó részvényeknek a szorzója lejjebb ment, mert rájöttek az emberek, hogy nincs végtelen növekedés, nem 30-as kell, csak 15-ös, és a profitrátájuk rátájuk lement, nem tudom, 10%-ról 7%-ra, most mondtam valamit. Tehát Azért hülyeség, amit mondasz, hogy nem eshet le az S&P, mert nagyon kicsi dolog kell hozzá. Tehát ugye itt két dolog van tényleg a profitráta és a péperes szorzó, és ha mindegyik mozog 20-25 százalékot, akkor lefeleződik egy részvényindex. Ez akkor most hány éves folyamat volt ez a lefeleződés? Ez olyan, hmm. hát 2000 őszétől 2002 őszén volt az alja nagyjából. Amikor 2003. év. Na, de hát erről mondom, hogy, tehát, hogy azért és az nem az... volt UFO támadás. De érte? már érte de te azt mondod, az én tehát, azt mondod, hogy nem tudod ad... elképzelni. nem azt mondod, hogy... Nem, elméletileg lehetséges. El tudom képzelni. De igen, de... De a gyakorlat számít, értik? De, de várj, melyik ez... nem tud lemenni? Tehát a szorzó nem tud Mind lemenni? vagy a kettő vagy le a rá, menni, Akkor csak igen. az a baj, engem az zavar össze, hogy, az, hogy, hogy szerintem, ha a gyakorlatban ez van a fejetekben, az tompítja a hozamaitokat. Hát Zsolt, akkor tompítja, ha felfele megy a részvényindex. Ha azért, meg lelesik, á, igen, akkor, akkor meg na, de ez az, hogy amikor eljön ez az időszak 2022, ilyesmi év volt, ugye? Ebbe megegyezhetünk. 2022-ben esett az SZMP. Na, de pont ezek, ezek ilyen dolgok miatt, hogy szorzók csökkentek. Így van, így na, van, igen. És, és nem, nem, nem végeztünk szarul. Tehát érted, tehát simán lehet ehhez adaptálódni. És az, hogy most attól félsz, hogy úristen. De nem félünk. De, 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 ez csak Zsolt, egy felvetés tudom, hogy volt. Félünk, azt mondtad, Zsolt, Zsolt arról, te azt mondtad, hogy te nem tudod elképzelni. Én ezt szeretném cáfolni. A gyakorlatban. Hát, de egy gyakorlatot mondott, hiszen igen. a múltban az a gyakorlat. Megtörtént. Ez Pont, pont ez történt meg. Jó, ve ve vegyük azt, hogy a, tehát értsük meg, amit a Zsolt, az azt mondja, hogy most akkor a hype van, hogy nem tud esni, mert lemegy négyezerre, és megveszi de a De én nem meg. is tudom, hogy Zsolt mit mond. Ezt szerintem ezt mondja. Hát. Hogy, hogy, hogy ő azt látta az elmúlt 15 évben, hogy ha esés is volt, akkor gyorsan visszapattant, ha, hogyha meg fog euh, a fed, mindig hype volt. Megtámasztja a piacot, és itt. Tehát a gyakorlatban, de mit gyerekek? Én, tetsz, jó, akkor most mondok egy... De van hogy most múltkor is felvetettem, hogy azt érted, hogy az egy másik helyzet, amikor egyébként már nagy a reálhozam, amikor inflációs nyomás van. Tehát, hogy a te mintád meg pont egy olyan 15 évre épül, amikor nagyjából abban nem volt infláció, amikor a Fed az könnyen tudott levinni kamatokat nullába, mert nem érezte a költségét, csak az előnyeit érezte, mert azt mondta, hogy nulla lehet, de úgyse lesz infláció, akkor, akkor nincsen semmi gond. Tehát, hogy nem lehet, hogy a, tehát értem, hogy a 15 éves mintádban sokszor ö, vélem, amit mondasz, hogy ott is voltak nagy, nagy esések, hogy megbeszéltük, oké, okay, lehet, hogy UFO támadásnak hívod a 2020 márciust, de érted, hogy, persze persze hogy, hogy annak, de voltak mögötte sokok, ö, voltak mögötte sokok, amik miatt ott ez működött. És most valami, meg, most valami megváltozott. De várjál, várj, és nem kell hozzá csoda, mert azt mondod, hogy majd a Fed megijed és megtámasztja a piacot. 6%-ról vagy 5,5-ről nem emlékszem tényleg, mi volt a teteje, azt hiszem a kötvényhozamok haton voltak, lement egyre a Fed, vagy nem tudom hova. Megijedt a Fed, levágta a kamatokat. Egyébként elárulom, hogy nem is volt nagyon mély recesszió Tehát nem volt egy nagyon nagy munkanélküliség, nem volt nagyon nagy recesszió. Megijedt a Fed, és mégis le tudta. Késve hatott, értem. Értem? Hát, de hogy úgy, Ugye fel. akkor ott van, ott van a főleg a izé, hogy az a helyzet, hogy ez a két éves folyamat, amikor elindul, fél év múlva már veletek leszek. Érted? Akkor már azt fogom mondani, hogy igen, megváltoztak ezek a körülmények, és, és, és de szerintem, hogy elei körülmények közt ez még mindig nem történhet meg. Megrátjuk. De figyelj, de várjátok, nem ha az, már szóval, szóval hozzá, itt, Hogy 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 én szurkolok neked, tehát ugye az, az, az a legjobb alapkezelő, és ezt, ezt nem vitatja a Viktor sem, hogy aki amikor esik, akkor sortol, ha felmegy, akkor longol, ennél jobb nincs. Ha, ha, én, én tényleg én, én szorítok csak neked, hogy ez úgy... sikerüljön, csak ugye az van, hogy szerintem ez nehéz dolog, de én egyébként, legőszintén mondom, én bízok benned, szerintem neked erre van jó érzéked, remélem, hogy jól fogod csinálni, hogy így lesz, de hogy azért lebecsülni a feladatot, az, az nem szabad, mert ez nehéz, hogy az egy nehéz dolog, hogy te lásd, hogy mikor van esőpiac, meg a piac. Na, itt van Howard Marx, tessék akkor szakmai. Howard Marx mondta, hogy... Tudják a hogy kicsit a Howard Marx? Híres ember. Híres, egy celebritás. Őt is hívjuk a izénkra a színpadunkra, de nem fog jönni. Híres is. Híres tőzsd, egy befektető. Egy, ő is egy Soros György vagy, én mit tudom én kicsit. Junior. Soros György junior. Ő azt mondja, az a címe a beszélgetés, Bloomberg cikknek, vagy beszélgetésnek, hogy a a kormányok sosem tudnak föntartani minket a levegőben örökre, vagy nem fognak tudni. És a következő az üzenetei. A leverage a gazdaságban, a tehát tőke a tőkeátétel, az a cégektől és a lakosságoktól, ahol ez volatilis, átvándorult az államokhoz, ahol ez nem volatilis. Az állam így kevésbé ciklikus, kevésbé boom, bust. Ergo ez a cycle sokkal tovább tart. Tehát, a, tehát kicsit arról beszél, amiről én beszélek, csak ő a kedvetekért tudományosabban. És ahol a kockázat kicsapódik, azt mondja ő, az az államkötvények és a deviza árfolyamok. De hogyha minden deviza árfolyam gyengül, akkor az mivel szemben teszik, és megmondom, mivel részvényekkel, bitcoinokkal, aranyjal szemben. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, egy olyan érvelés, ami arra utal, hogy igen, megváltozott a izé, és nem eshet 40 ot egy év alatt az de nyilván ő is meg fog változni akkor, hogyha, ha, hogyha ö, ö, ezek a, valamiért ezek a feltételek eltűnnek. De szóval bárja csak Tényleg csak egyetlen mondatot mondanék. Tehát nekem az nem tetszett abban, amit mondtál, hogy te nem tudod elképzelni. Igen, Tehát ha azt mondsz, jó, akkor rosszul fogad. Rosszul fogad. Gyakorlatban no. szerintem ilyen nem nincs. Elméletesen el tudom képzelni. Jó, de nekem ez mindegy. Ez gyakorlat is olyan fura, hogy a gyakorlatban nem tudod elképzelni. Gyakor, igen, igen. Hát, igen, ezt nem, szerint, Má, nincs, akkor Olyan mondom, tudnál mást elképzelni, szerintem mint a gyakorlatban. Káros... Ká ja, káros ebbe belegondolni? Káros olyan, hogy rosszul majd ha ebbe belegondolsz. De nem, Visszatérve a bitcoin -re. Tehát, ugye neked mi a bitcoin-jelen a főérved, hogy az elmúlt száz évben nem volt ilyen, ez hülyeség, vagy ezer év múlva. Nem, nincs értelme? Nem, én nem én mondom nekem, mit, akkor megfordítom, tehát, mert ugye részén azt gondolom, hogy nincs igazad, de vegy, vegyük azt, amit meghallok, amit mondasz. Igen. Amikor azt mondtad, hogy adaptálódése volt válódni. Igen. Tehát az nem rossz gondolat, hogy az ember az gyorsan fogja föl, hogyha valami új világrend van, vagy új, Na, új világban igen, van. Igen, tehát ez igen. nagyon fontos, és az, hogy te erre nagyon fókuszálsz, az jó. Most próbálom a, tehát a kettőnk közti vitát igen, ilyen, nagyon, barátibra fordítani. Nagyon kócsos, ne, Igen. Hogy igen, igen. Na, szóval, hogy én, ezt, én ezt, ezt meghallom, meg ez egy jó gondolat. Tehát hogy És értem, hogy te rövid távú minták alapján azt mondod, hogy nem tudom elképzelni. Hát a rövid távú 15 év, de igen. Egy, egy, egyébként ez, amit mond... <laughs> bocs, tehát, hogy 4000 alá nem lehet az S&P, de hát tavalyi évvégé 3000. 3000 nem lehet az, az S&P, ez volt a izé, hogy 3000 nem lehet az S&P. Még volt 4000. 40. Egyébként mi is azt állítjuk, hogy annyi lesz, csak hogy lehet-e. Értem. Csak ennyi, ennyi az állítás. Várjál, viszont amit Howard Marks mondott, mert ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát tényleg az van, és ez egy nagyon nagy baj, hogy a... És egyébként erről ez nem fogunk erre belemenni, mert tegnap írtam erről egy cikket, de a lényegét akarom csak kifejteni. Egy kőkemény, Japános kötvények. Nem, 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 nem. Nagyon unalmas el? cikk. Nagyon unalmas cikk. Nem az a lényeg. A, a lényege a cikknek az az, hogy az van, hogy a kormányzatok rászoktak arra, ugye ez a fiskális alkoholizmus, hogy minden válságot úgy kezelnek, és egyre inkább úgy kezelnek az elmúlt 20 évben, 15-20-25 évben, hogy egyre nagyobb a költségvetési hiány, mert mindig valamit kell -e vele. És ugye ezt azért tudják megcsinálni a kormányzatok, mert, mert a kötvénypiacok megengedik nekik, mert bármennyi kötvényt kibocsátanak, azt vagy megveszik a kötvénypiacok, vagy a jegybankok. Akkor ugye az, amikor úgy, 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 csinál adósságot egy kormány, kötvény bocsát ki, mert azért kap ő pénzt, és azt költi. Azt Az el. elköltögeti. És egyre Ezt meg kell nem. venni a kötvényt. Várjál, egyre, egyre nagyobb költségvetési hiányuk van ezeknek a kormányzatoknak, nem csak Magyarországnak, hanem USA-nak is, Ö Európában is egy csomó országnak, tehát sok kelet-európai régióban is csomó, óriás költségvetési hiányuk vannak. És ebben a szempontból igaza van Howard Marksnak, ugye, mert gyakorlatilag ez egy ilyen több lett pénzteremtés, Tehát Egyre több a, a pénz, amit belenyomnak a rendszerbe, és, és egyre inkább rájönnek az emberek, hogy basszus, nem akarok pénzt tartani, mint Krúbi, Nem akarok állampapírt tartani, mert ebből iszonyú sokat fognak kibocsátani. Vegyek valamit, ami talán megőrzi az értékét. Vegyek aranyat, bitcoint, részvényeket. És ebből, ebből a szempontból teljes mértékben igaza van, hogy ez a folyamat, ezt értjük. Szerintem ezt, ezt mind a ketten értjük, hogy ez van, és ez nagyon jelentősen hozzájárul, akár a mostani részvényszárnyaláshoz is. Tehát szerintem. Tehát ezt Igen, és csak a erre, tehát most csak Amerikára, hogy tényleg, ha nyer a Trump, akkor megint a, a kisebbik rossz, az a költségvetési stimulus. És mindig ez van, hogy, hogy mindig, most, most nehéz elképzelni a világállapotot, hogy a politika ne úgy érezze majd, hogy most inkább a költségvetési stimulust válasszam, mint, mint hogy, megszigorítsak. Mert valahogyan feszült a világ, szerintem a geopolitikai is ebbe az irányba, a geopolitikai konfliktusok is ebbe az irányba. Viktor ezt, ezt írta, és csak nem hegyezte itt Trumpra. De még egy dolog, hogy én, nekem az a benyomásom, most én is egy ilyen zsigeri, de majd adaptálódok, evolválódok, ha másképp lesz, hogy ö, szerint, Viktornak volt csak egy ne anyáza, ilyen hogy, amikor amikor mondom, hogy, hogy, leírt hogy ezt ne. a potenciális problémát, és a végén odaírta, hogy de nem tudom mikor lesz, egy hónap, egy év, öt év, azt hiszem ezt írta a Viktor, igen, arra, igen, És akkor határozottan azt éreztem, hogy hát ez az inkább ez az öt éves. Tehát, hogy ez a nem egy hónap, meg nem egy év lesz. Na, én nagyon, nagyon abban azt hiszem, hogy nem az a rövid táv lesz, hanem inkább a közép- vagy hosszú táv, mert nekem is van egy ilyen zsiger érzésem, hogy az, hogy a kötvényen megérezzék az emberek, hogy lehet a nagyon nagyon bukni, most azért már kaptak az elmúlt két évben, de hogy azért ez a 15 év, amit, amit lement, hogy itt mindenki, nem tudom, megvette a mínusz hozamon forgó kötvényeket is izomból, tehát, hogy ez nem, szerintem nem ennyire gyorsan fogják feladni ezek a kötvénybefektetők. Tehát, de, hogy nem ugye nem tudjuk, címle, hogy tart. Pont ez a lényeg. Lehet tényleg, hogy öt év lesz. Csak szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindaddig tudják csinálni a politikusok, és Trump is tudja, meg Orbán Viktor is, meg mindenki tudja csinálni ezt a költségvetésből tolom bele a pénzt a gazdaságba, amíg a kötvénypiacok azt mondják, hogy na, ezt már nem. Igen, én emellett érvelek, hogy a kötvénypiacoknak, vagy kötvénypiaci befektetőknek még mindig olyan a pszichológia, hogy hát ugye 15 évig csak nyer lehetett a kötvényen, Igen. most volt egy nagyobb bukó, de most ezt még mindig lehetőségnek látják, hogy oké. Okay, Úgy vannak, mint Zsolt, hogy hát az elmúlt 15 évben mindig nyertünk kötvényeket, meg kell venni az összes Igen, is igen, is igen. De, ha is a Zsolt, hogy meg kell venni, volt egy ilyen félmodatot. Amikor elkezdte a Viktor, mondtad is, hogy igen, meg kell venni. Zsolt, hogy meg kell venni. Meg, kell venni. meg kell venni. Na, tehát, hogy szerintem ilyen a, a piac, amit te mondtál. kötvényes, és senkinek kötvényt vegyen az alig, az alig hoz a Alap, az, jó. Na Szóval, hogy igen, tehát szerintem még ezt most megveszik, meg majd lesz egy kis lassulás, akkor megint lehet vele nyerni, akkor lesz, akkor elmegy egy-két év. hát azt mondod, hogy ez sokkal később lesz, igen, igen, igen. De, Én közben, is de közben tartok. a politikusok szerintem izomból fogják nem a költségvetést. egyetértek. Valószínűleg igen, valószínűleg ez egy hosszabb távú probléma, azért is nem hegyeztem ki arra, hogy ez most lesz ebből. De egyébként ugye tavaly volt egy ilyen probléma Angliában, emlékeztek? Hogy volt olyan, hogy közvetlenül finanszírozták, arra gondolni? Ugye az történt, hogy egyszer csak fölrobbantak Angliában egyéb okok miatt is a kötvényhozamok, kihozott egy olyan költségvetést az új, az angol kormány, ami egy ilyen nagy hiány lett volna, és fölrobbantak rá a kötvényhozamok. És azt a kellett, a kötvényhozam, megemelkedett, magyarul leesett az árfolyam. Igen, egyébként másra gondoltam én arra, és ez még lehet, hogy a covid volt, hogy Technikai dolognak tűnik, talán inkább az elmögött a fontos, hogy ott először volt olyan, hogy a jegyban közvetlenül vette meg az állampapírt, mert ő általában úgy szokott lenni, hogy másodpiacon, másodpiacon veszi meg, és végülis a hatás az nagyon hasonló, mert ha ugye én is szívesen bálok, hogy mondjam, lejegyzem az államkötvényt, ha tudom, hogy másnap tőlem az összeset, amit vettem, azt szuperáron megveszi egy bank, és ezt a piac már nyilván anticipálja, hogy megveszem én, majd megveszi egy bank, de egy banknak nem szabad rögtön megvenni, mert az nagyon durva, az a tankönyvek mm. szerint az, az államcsőt, hogyha, hogyha egy kimenti a. Monetáris finanszírozás tilalma. Igen, monetáris... mi van a britekkel? Ja, a britekkel az no. volt, ugye, de egy ők ezt éve, megszekték. Hogy, hogy fölrobant a, fölrobbantak a mert megijedtek, hogy nagy a költségvetési hiány, meg voltak technikai tényezők is mögötte, és euh, ugye ez azért nagy baj, mert fölmennek a kötvényhozamok, akkor drágul az államadóság finanszírozása. Drágul a finanszírozásod, akkor a jövőbeli hiányod még inkább megnő, még jobban beijednek a befektetők, akkor még jobban drágulnia kell a finanszírozásnak. Tehát egyre egyre föl. Tehát ez egy ilyen pozitív visszacsatolás. Tehát ha elindul a kötvényhozamok emelkedés, akkor nagyon be lehet pánikolni rá. És meg kellett állítani a Bank of Englandnek az egészet, beállt oda és megvette az összes kötvényt egy, amit tudott. Kettő, azonnal átírták a költségvetési törvényt, és azt mondták, hogy jó, ennyit nem fogunk költeni. Tehát ez bármikor bekövetkezhet az, hogy egyszer, és ezt nem tudjuk, hogy mikor egyszer csak így, így elpattam valahol a, a húr, és azt mondják a kötvénybefektetők, hogy figyeljetek, ezt nem finanszírozunk tovább, és akkor vagy beállnak a jegybankok, vagy a költségvetések megszigorít, megszigorítanak nagyon, vagy mind a kettő egyszerre valószínűleg. Én nem mellett érvelek, tehát ez bármikor bekövetkezhet. Egyébként, hogy itt is ilyen hisztik vannak, tehát most ugye arról Arról beszélünk, hogy most már a kormányokat nem érdekli a adósság. Itt van egy Bill Clinton, valószínűleg választási kampányból egy kép. Amerika... Be fogod ez a, rakni a... Be az fogjuk az rakni a YouTube-on. Amerika 2013-ra adósságmentes. Magyarul, hogy nem lesz költség. Már ez 99-es kép. Kár kár Igen, el. tehát akkor 14 éves tervük volt ez, hogy Tudod, 2000-ben ez egy konkrét aggodalom volt, hogy mit fognak majd kezdeni, ha elfogynak az amerikai államkötvények. Mert ugye kivetítették, ugye volt a 98-99-2000-es óriás fellendülés a gazdaságba, a költségvetés nagyon bejavult, és úgy nézett ki, hogy ha ezek a folyamatok fennmaradnak, akkor el fog fogyni az amerikai államadósság. El fog, fog tehát nem tud venni egy piaci szerepet. Nem lesz államkötvény. Igen. És akkor Azért, az, mert, mert, nincs adósság. Az, az államnak. Kötvén. És akkor hogy fognak egymással tudod repózni? A... Igen. Tehát, hogy ez egy Rendes para volt, hogy Úristen, mi lesz, ha nem lesz államadóság. Majd inkább csinálnak egy kicsit, hogy legyen. Lett. Let. Lettál senki, ne aggódjon, lett államadóság, tudunk repózni. És egyébként ez, ez tök klasszikus, hogy a fellendülések csúcsán mindig kivetítik, hogy el fog fogyni az államadóság. Ugye Magyarországon is lement az államadóság, nem tudom, 55%-ra a GDP arányosan. Vagy? Nem tudom, hol az állja? Reális Be. mondjuk igen. Tehát te tökre lement, és Talán. ugye mindenki azt gondolta, hogy ó, de jó, megyünk, tehát te el fog fogyni a izé. És amikor meg bejön a recesszió, akkor kiderül, hogy azért nem így van. Hirtelen megint a 80 nem közelítettük. El. Na féltek, a bitcoin egy picit visszamegyek, Billekman is megszólalt a témában, ő levezette azt a ciklust, hogy mivel a bitcoin emelkedik, ezért egyre többen fognak bányászni, ami egyre nagyobb energiaigény, ami föl, fölviszi az energia árát, ami infláció, amitől megint. Ö, ö, a dollár gyengülni fog, ettől megint nő a bitcoinra az igény, megint emelkedik, tartó is, és, és itt És mi egy... a vége az de... a történetnek? Infinity. Bitcoin, bitcoin goes to De ez, ez viccből írta. Ez viccből írta. Ő magában, tehát, hogy több-több ponton hibázzik, de mondjuk egyet megjelölök a kapcsolatokban, mondjuk az, hogy a, az a bitcoin az infinity is, de hogy, de hogy a bitcoin az úgy hatna az áramára, márra, hogy, hogy az úgy érdembe eltolná Igen. azért. Na, az, az nagyon sokat kell bányászni. Az nagyon sok bitcoint kell bányászni. És akkor, az... most, akkor most de azt, azt olvassátok, hogy most hova mentek a bitcoin bányászok? mindig mennek az olcsó. Hogy Kínai Energiában. Mongóliából elmentek? Igen, Kínából elküldték őket, aztán voltak Kazasztánban egy időben, onnan is elküldték őket, voltak egy időben usa is, most állítólag Afrikában. Ott olcsó a energia? Hát ott, ott vannak ilyen... Biztos van valahol egy vízerőmű, ami mellé igen igen. igen, igen. Igen, igen, Még igen. Meg nap energia van, gondolom én. Afrikában. Úgyhogy Afrikában mennek a bitcoin bányászok. És a második ország, aki bevezette a bitcoint hivatalos fizetőeszközként, középafrikai köztársaság. nem, Dél-Amerikában ugye egy helyen már. Az az első. O, az az, első, és most olyan a második? Igen, igen, középafrikai afrikai köztársaság. Hát Szalvador és el. a középafrikai köztársaság a második. De a bitcoin nem lehet nyomtatni. És miért foglalkozom ennyit ilyen hülyeséggel? Bitcoin, hát most annyira arany se érdekel minket, tehát akkor a bitcoin, ami annak egy kicsit. Fija, az arany és a bitcoin ugyanaz a két hülyeség. Semmi értelme. Na, no, no, de hát azért ez már egy kurva magas polc, onnan, ahonnan indult. mából most már arany lett. Érted? Tehát azért nem, mind egyiknek sincs értelme. Értem, de a tulipánhagymánál több értelme van az aranynak. Ebben meg Jó. Hát Igen, a tulipánhagymának legalább de... van szép virág az arany, mondja, az is szép, jó. jó okay. Mint befektetés. Na, na, figyelj, de szerintem ez a, azért érdekes ez a bitcoin, mert a bitcoin árfolyama az a kognitív visszanancia számszerűsítése. Tehát tényleg az, hogy azok, akik az elmúlt száz év alapján állítják ki a világképük, ezeket nem fogadják el. És egyre többen fogadják el, és ettől megy, és, és ugye nem a tetejét kell a különböző bitcoin hullámok tetejé, mert az, az, az 70%-e idiótaság, hanem mindig a bitcoin mániák alja, tehát amikor kipukantak a lufik, hogy egyre magasabban vannak, és, és ritkán mérhető ilyen jól, hogy a ráció hogyan nyer utat. Tehát mert ugye azért ezek, ezek, ezek berögződések, hogy milyen hülyeség ez mi, a, mi, a bitcoin. Utat? A, ráció. a ráció. Az, hogy, hogy ez nem, nem ráció, ez a bigger fool theory. De nem, látod, de, amíg... Tehát a, a, a ráció útja az az, hogy lehet egy új eszközosztály. Tehát, hogy ezt elfogad, ez kognitív diszonanciát okoz rengeteg. ez elképzelés. Én el tudom képzelni, ellentétben veled a S&P 3 eset el <laughs> én. tudom képzelni, hogy a kripto egy eszközosztályá válik, Igen? amit elfogadnak a befektetők, attól, ahogy az arany is, ugy, ettől még azt mondom, hogy nincs értelme. Egy Jó. kicsit filozófikus ez a nincs értelme, mert mi van mert akkor, az Viktor, viken. ha... 10 millió ember az nem tudja megfogalmazni, hogy van-e értelme, de megveszi. Ak 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 akkor ez egy működő dolog lesz, ugyanúgy, de ahogy nyert. A Természetesen. Akkor van értelme, ha 10 millió ember azt gondolja, hogy van értelme, de igazából semmilyen ért nincs mögötte, hogy miért van értelme. Ö, akkor onnantól fogva ez egy működő dolog, attól még ugyanúgy nincs értelme, de az működni fog, és a gazdaságban meg lehet is, Akkor az én, én felfogásomban én akkor tehát részben egyetértek Viktorral, mert értem, hogy nincs értelme, mégis azt gondolom, hogy tíz millió ember hát azt gondol, hogy van értelme, és ettől van értelme. Ez 10 értelme, akkor már lesz, Hát igen, a, én is az az Ha mindenki elhiszi, akkor... Minket mindenki, egyre többen. Igen, ha egyre többen elhiszik, akkor tud fölmenni az ár. Ugye az kell a fölmenetelhez, hogy egyre többen higgyék Híval. el, egyre többen legyen Nem, ez jó az arany példa, mert ilyen értelemben akkor az aranynak sincs értelme, de mégis mivel veszik, ezért működik, csak Viktor igen. szerint nincs értelme. Ettől még felmegy az ára, és az emberek használják. Szerintem ez érdekes, ez a bitcoin. Na figyelj, gyere, Kualuddal. Izé. Kualud. Mi van? Kualud. Kualud. Aki látta a Wall Street farkasát. Ah, igen, az Tudjátok, amikor, amikor azt... előveszi Leonardo a régóta lejárt tablettákat, és már azt gondolja, hogy nincs hatása, és bevesz belőle sokat, mert hogy bár biztos ezek gyengék, és akkor utána összetöri és a, a porsát, meg igen, mit igen. tudom én. Tehát nagyon vicces a jelenet, és ez a Kwai ez egy ilyen mitikus, ilyen nagyon híres ö, drog volt a 80-as évek usa mert a 80-as évek már elkezdett elfogyni, nem volt belőle több, és te tudod azt, ja, hogy én nem, ja, tudom aztálni, nem. olvasom azt. Na akkor ezt, ezt, ezt elővezetem. Válasz online -on volt egyébként egy nagyon jó cikk, egy kicsit hosszú a történet. Az volt, hogy hogy elter, elterjedt ez a kválylúdúsába, és az amerikai D.A. a 70-es évek végén, 80-as évek elején <coughs> elkezdte kutatni, hogy honnan a fenéből jön ez a sok tabletta. És akkor valahogy kiverték az a egyik. Bábé, ez mi volt? Ez valami gyógyszer volt, ami mit csinált? Vagy... Ez a... valami metakvalon, vagy mi az Isten a neve a, a volt, Valami volt? nyugtató altatónak jó, találták ki, de aztán nem gyártották sehol, mert rájöttek, hogy ez annyira nem jó, tehát hogy vannak mellékhatásai. És Elkezdték kutatni, hogy honnan jön ez a sok kvájlúd. És akkor valahogy kiverték valami csávóból, hogy Kolumbiából jön. Elmentek Kolumbiából, ott megfenyegették az elnököt, hogy mondja meg, hogy ezért derítsék ki, hogy honnan jön a kvájlúd. Mondták, hogy kiderítették, hogy nem tudom, itt csinálnak belőle ők tablettát, de az alapanyagot ők Svájcból kapják. Tehát önnek nem ilyen fejlett a kolumbiai gyógyszeripar, hogy ők tudjanak ilyen anyagot előállítani. Jó, elmentek Svájcba, ott is meg kis nyomást gyakoroltak, és mondták, hogy honnan jön. Kiderült, hogy Svájcba Magyarországról érkezik. Eljöttek Magyarországra, 81-ben járunk, és megmondták a magyaroknak, hogy figyeljetek, ki csinálja ezt, tehát a kinoin gyártja ezt a, ezt a cuccot, és nem tudom, évente 20 tonnát küld Svájcba, egy tablettához egy harmad gram kell. Tehát nagyon sok, tehát 60 millió tabletta, amit elő tudtak állítani, és mondták, hogy figyeljetek, fölrakunk mindent a kokom listára. A kokom listán volt, hogy mit nem vehetnek a szocialista országok. Nem fogunk nektek exportálni mindenféle műszaki dolgokat, hogyha nem állítjátok le ezt a hülyeséget. És a magyar állam leállította, de az a lényeg, hogy a 70-es években gyakorlatilag a magyar állam tolta ki ezt a kvájlúdot folyamatosan Svájcon, Kolumbiában. ez gondolom sába. nem tudták, hogy ez kábítószer, hanem csak a gyógyszeriparnak szállították. Hát szerintem azért sejtették. Igen? Szerintem sejtették, mert ez nem nagyon... Hasz... Pod Svájcon keresztül, ami ilyen szuper ország. Hát lett, a, és... bank, a, bank, a nem számítva. <laughs> Tehát, hogy, hogy szerintem azért sejtették, és ez egy jó devizabevételi forrás volt Magyarországnak, de az amerikaiak, és már nyolc, és még szocializmusban vagyunk, kőkemény szocializmusba, és az amerikaiak bezsarolják a magyarokat, és azt mondják, hogy hello, nincs több kvájlúd, és onnantól fogva nem küld a kínoin több cuccot. És, és ebből lett a Wall És innen van, hogy már a 85 6, ben amikor járunk, a volt, már nincs, nincs új kvájlód, már csak a régiek vannak, a szuper jó kvájlódok, amiket még a magyarok gyártottak nekünk. A híresek lettünk, végre. Befog... Ne, ne, nemzeti bajnok a kinoin, tessék, a kvájlód, izé, köz, kö, középpontja. Na tessék, én inkább a politikai pározomot láttam, hogy... Igen. Tehát az USA akkor gyorsan, és keményen oda csapott. És be tudta sorolni Magyarországot. Igen, most igen, nem igen. tudja. Igen, igen, igen. Mennyivel szuverénebb ország vagyunk. Igen, igen. Ugye az a, az a, baj a múltkori adással, hogy mindenkinek a lábára léptem megint, és nem tudom, hogy ki, ki miért. Izé, Megsértődtek? És itt, megsért, megsértődnek, és akkor, uh -huh. akkor, jönnek a durva kommentek. Nyugodtan, nyugodtan, be lehet bánni. Zsoltnak rinocéros bőre van, róla. Igen, egy darabig. <laughs> Na és, és, és akkor van egy, van, most, belemenjek ebbe? Nem, fél, ezt hagyom ki, mert, mert, hosszúak vagyunk, és Viktornak el kell mennie, mert megy máshova gitározni. Félmeztelenül, és akkor, akkor ezt hagyjuk kéne, és akkor menjünk ide a durva témára. Van a fő, fő, micsoda, fő adminisztrátorunk, fő bürokratánk. A miniszterelnök, így is hívják. Most és Magyarországról, értünk. És ugye ja, tartott aha. egy ilyen izé évadnyitó Gazdasági beszédet. Ja, 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 Ebből ja, ja. kiveszek három bekezdést. Mondtam, a... mondtam, hogy nem menjünk bele a évadnyitóba. De nem, három bekezdés. Jó, tök jó okay. bekezdések. Hát odaértem neked, hogy mik az nem. Láttam, láttam. És ez mondjad, nem mondja. Mondja témák. Jó. Jó. Na figyelj, és akkor ezt Orbán Viktor mondja. Megjegyzem, a magyar beruházók is szépen feljöttek már saját országukban a negyedik helyre. Ez elég szégyenletes azért, ha jól belegondolunk, hogy még mindig csak ott tartunk, 30 évvel a rendszerváltás után. Ugye a saját országunkban a legnagyobb beruházások listáján a magyar vállalkozók még csak negyedik helyen vannak. És akkor most itt jön az én kommentem, hogy ez, ez, ez nem náció kérdése. Tehát a, valójában Magyarországon kb. 70-80 magyar beruházás van, mert csak olyan 20-30 azok a külföldi beruházók, csak épp nem egy nagyot. Tehát ugye az van, hogy egy, akkumulátorgyár, az rohadt nagy beruházás, és akkor ebből van három, és akkor csak a negyedik lesz a, a, a legnagyobb magyar. De lehet, hogy közben ez meg Szlovákiában a Móra a legnagyobb beruházó, mert épp felüljítja valamelyik finomítóját mondjuk. Tehát, hogy... Ö, ö, tehát ez nem országkérdés, ez nem lehet ez országról levont, Ez ibarág és dinamika kérdése. Nem, Zsolt, nem értek feled egyet, bocs. Vágyál? Jó, még végigmondom, is aztán jó. még három Na, Úgy, odat. ez egy rohat komplex dolog. Tehát igen, ez, igen, ez igen, egyszerű igen, állítás, és rohadt komplex, aztán Igen, az igen a válasz, de, az, de. És ez a baj, hogy itt a magyar állam, szerintem az egy óriási baj, itt a magyar állam az egy nagy beruházó, ez, ez, ez nagyon rossz, pedig magyar. És még, még nagyobb baj, ha itt nagy beruházókat csinálunk, mert, mert a nagyberuházónak... Mesterségesen. Mesterségesen, mert a nagyberuházó az a gazdagország eredménye kell, hogy legyen nem a kulcsa. Nem az, hogy előbb létrehozunk rásakra képes gazdag embereket, és aztán akkor gazdag lesz az ország, hanem fordítva. Megteremtjük a lehetőséget annak, hogy gazdag vállalkozók, gazdag emberek, gaz gazdag gazdaság legyen egy országban, és az kitermeli a gazdag vállalkozókat. És ha ez horítva lünk rá, akkor a óriási szívás van Magyarország. Figyelj, két dolog. Az egyik, az utó, a második részével, amit mondtál, azzal az, az, az egyetértek. Tehát, hogy, hogy olyan gazdasági környezetet kell teremteni, hogy sikeres vállalkozások legyenek, akik majd beruháznak egy. Kettő viszont van egy nagyon fontos dolog, és ez szerintem nagyon fáj a, a, a mai kormányzatnak, és én egyébként ebben egyet tudok érteni. Tehát, ugye az történt, nézzük meg, mi történt Magyarországon. 1990-ben elindult egy olyan állapotból, hogy nincs tőke. Tehát egy totálisan tőkehiányos gazdaság van, nincs humán tőkénk se a vállalkozáshoz, nincs fizikai tőkénk se, bankrendszerünk sincs, semmink nincs. Tehát az az igazság, hogy ezek a kelet európai országok, Magyarországot is beleértve, egy iszonyatos hátrányból indulnak el. Úgyhogy itt volt szocializmus, első világháború, második világháború, mindig lerombolottunk. Mi legalább 100-150 év hátrányjal indulunk, akár mondja, mondta Svájcot, Németországot, mondjuk Németországban is volt világháború, Angliát vagy Amerikát. Tehát az az igazság, hogy ezekben az országokban valamilyen módon egy gyorsított tőkefelépítést el kell érni. Én, én ezzel teljes mértékben egyetértek, mert egy iszonyatos 100-150 éves hátrányból indulunk. És az, hogy hogy érjük el ezt a tőkefelépítést, ez, ez, a, ez, a, ez a kérdés. De nem, az a baj, hogy itt végig arról beszélsz, mintha itt egy ellentét lenne a magyarok és a nem magyarok közt. De hát nem, a, a magyar az, az pont úgy rész Európának, mint bármelyik másik, tehát nem, az a baj, hogy mintha de nem, nem Zsolt, nem ellentét van, akkor fogjuk meg úgy, hogy az nem rossz, hogyha Magyarországon is vannak olyan vállalkozások, akik tudnak tőkét felhalmozni. Ford. Az egy jó dolog. De erről beszéltem, De, hogy ezt okay, fordítva te, te, kell érni. Ez nem. Az oké, az oké. Okay, az okay. az, De az, hogy, hogy érjük el? Ugye, hogy érjük el, és egyébként, ha megnézed a mai magyar gazdaságpolitikának az adórendszerét, az abszolút erre van optimalizálva. Ugye mennyi? 9% a nyereségadó. TBS-re rárakod a cuccodat, nincs osztalékadó. A megtakarításaidat is rápakolod, TBS-re meg államkötvény nincs. Tehát, hogy iszonyatosan gyorsan, gyorsított ütemben, és most nem a felső 10-20 emberről beszélek, hanem a felső 10 ezer, mondjuk a Százaadik-tól a tízezeredikig emberig nagyon gyorsan tud tőkét felhalmozni, hogy legyen egy olyan tőkés osztály, aki versenyképes azokkal, akik Olaszországban már 250 éve halmozzák fel a tőkét, meg a kapcsolati hálót, meg a humán tőkét, meg ezeket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy méltányolható dolog. Tehát Zsolt, amúgy én azzal egyetértek, hogy ugye minél, tehát Európát, ha nem ezért 35 országra osztjuk, hanem 82-re, akkor, akkor ugye még jobban az fog történni, hogy randomabb lesz, hogy ki hova fektet be. Tehát igazából számít. Amerikában nyilván amerikaiak a legnagyobb beruházók, Kínában nyilván kínaiak a legnagyobb beruházók, mert nagy országok, és a Kína közepén lévő városba valószínűleg nem a nagyon távoli fog jönni. Tehát, tehát igazából emiatt tényleg az állítás az, az ilyen szempontból elég adhok, mert, mert teljesen természetes, hogy ahol sok kis ország van egymás mellett, ott azok össze-vissza be fognak ruházni, és ez tök jól is van így, főleg Európai Unióban tőke szabad áramlása. De önmagában, meg ha úgy tekintjük tényleg, ahogy a Viktor is mondta, tehát megnézzük, hogy elmúlt 30 év, vagy most már 34, akkor azért az van, hogy, hogy az nem jó, hogyha ennyire nincs tők, ennyire nincs tőke felhalmozás egy országban, mert a nulláról indul. Tehát, hogy muszáj behozni a külföldi tőkét, oké, okay, és akkor azért nem rossz az, ha közben kialakul majd magyar tőke is mellette. A... Mondok egy példát, csak, bucsuk, hogy, hogy, kicsit érthetőbb legyen, mert ez lehet, tőke. A te gyereked gondolom jó iskolába jár, jó ruhái vannak, jár külön angolra, mit tudom én, nem tudom. Tehát ilyen dolgokat. És azt mondod, hogy ez a gyerek versenyezzen azzal a Nógrádi szegény területen levő gyerekkel, aki még a buszra sem, nem, nem jár a busz, most néztem pont egy interjút, hogy nem jött a busz, mert sáros volt az út, nem, nem tudnak a gyerekek iskolába járni. És persze mind a ketten jelentkezhetnek a közgázra utána, ha hát egyenlő feltételeik vannak, nem gyerek, gyerek, de nem, nem tudod ugyanonnan indítani azt, valamilyen támogatást kell neki adni annak a szegényebb gyereknek, hogy valóban igazi, fair verseny legyen a te gyerekeddel. Mert azt mondhatod, és így versenyeztek egyébként a 90-es években a magyar vállalkozók a, a, nyugati, mondjuk amerikai vállalkozókkal, hogy persze mind a kettő vállalkozó, csak az egyiknek tökre nincsenek meg azok a mögöttes feltételei, amivel valódi versenyben részt vesz. Ez az fenni. összes egyenlőtlenségre igaz. Ez, 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 így van, de ezzel, ez, oly, olyan, mint, hogy és, akkor, és akkor jó, hogy beosztod Nógrád, ez olyan, mintha azon lennék kiborulva Nógrádban, hogy itt miért budapesti beruházók a legnagyobbak. És akkor a, ezt az ellentétet nem értenéd meg. Hogy most mi a bajod azzal, hogy egy budapesti itt a legnagyobb beruházó örülj neki, mert hozza a NOA-t, meg hozza a tőkét, meg hozza a stb. Tehát, hogy, hogy ér érted? De igen, nincs, hát, ez ezzel probléma, hívják, az ez egy... a hogy hogy az, hogy egy országba ö, honnan jön a beruházás, az két dolognak az arányos függvénye. Az egyik az, hogy mekkora a gdp je a külső országoknak, minden más országnak, meg mekkora a távolság. És ez kett, kettő együtt nagyjából kidobja, hogy ki lesz a kereskedelmi partnereknek a Aki során. közel van is nagy, az a igen, de hogy Amerika azért lesz nagy, mert hiába van távol, de nagy a GDP-je, Ausztria meg lehet, hogy relatíve kicsi a GDP-je Németországon, de, de mégis, tehát igen, tehát ettől a két dologtól függ, távolságtól, meg GDP-től. És igazából szerintem ez az elv, most meg van valami neve, nem, nem tudjátok, jó, van valami néve erre, majd meg kell keresni, és hogy, de hogy ez így, állítólag ez így tök jól működik még ma, mai napig. Elhiszem. Pedig majd a szoftverek világában már majd nem fog annyira jól működni, mert akkor ah. már távolság nem lesz fontos vesség, akkor itt egy másik állítás. Akkor még ezt az állítást kivesszük. Mindig jobb, ha mi keresünk másokon, már ez hasonló ez. Mindig jobb, ha mi keresünk másokon, mint ha mások keresnek rajtunk. Jön elő a profit repatriálás témája. Mindenkinek van egy nőnőkéje, nekem ez a profit egyenleg. Most ez még normál Viktor szavai. Az elmúlt évek átlagát tekintve 4-6 milliárd eurót kivisznek, mi sem járunk ezzel persze rosszul, mert ezt a pénzt úgy keresték meg, hogy közben magyar emberek dolgoztak a gyárakban, a kutatóintézetekben, és így tovább. Tehát ennek is volt haszna Magyarország számára, de végül mégiscsak kimegy az országban 4-6 milliárd eurónyi pénz. Az ember ennek nem szokott örülni, és azon gondolkozik, hogy ezt itt kéne tartani. De ha profit profit kiviteli tilalmat rendelünk el, vagyis zárni kezdünk, akkor nincsenek beruházások. Na, és nem kimegy, most megint vissza fogunk ez, ez, jön, megy ez a pénz, ez nem kimegy, mert nincs valós országhatár szerintem, és a mi magyarozás az a méte ami ellen, ami miatt ettől ennek olyan, mintha lenne értelme. És, és akkor most elmondom, szerintem mi az jó példa, balás is volt, az én kiviszem a holdból a fizetésemet, minden hónapban, 100 forintot, és de nem kiviszem, hanem bért kapok az előállított érték egy töredékért. És, és el kell adni, és akkor ez olyan, megkora mint hogyha... A töredék századát megkapod azért? A megkora, talán a századát. Igen, nem. igen. Pár el, el. Jó, ez a töredék igen. nagyon jó volt. És hmm. talán, és akkor ez olyan, mint hogyha te vagy vagy inkább a tulajdonosok azt mondanák, hogy Úristen, Balázs kiviszi a profitot, mert a bér az ugye profit az az én én tudásomnak. Profit lenne, ha nem vinnéd ki bérbe, igen. De nem a, 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 a az profit az az én tudásomnak a profitja, érted? Tehát, ja, profit. okay, tehát Az, egy, az a, ő humán a hozadéka a profitja. Igen. És akkor mondhatnád te, mint CEO vagy a tulajdonos, hogy akkor csináljuk azt, hogy az hold alapkezelő elad valamit nekem, hogy ne vigye ki a profitot, érted? Hogy visszajöjjön a pénze, és ne. És de nem, de nem. mert jön máshonnan, mert a, mert a hold másnak el fogja. Nem, adni. ezt, ezt tudod egy filozófikus vitára enged, engem következtetni, vagy elgondolkodtatni, ez a, a, csere az egyenlő értékek cseréje. És ugye ez a világ világhülyeség ez a mondás, mert hogy a csere a közgazdaságtan szerint mindig akkor jön létre, amikor mindkét fél nyer. Különben nem jönne létre a csere. Én akkor fogok venni cipőt, ha nekem többet ér a cipő, mint a 30 ezer forint hogyha a cipőárus azért fogja el elcserélni a cipőjét pénzre, mert neki többet ér a 30 ezer forint, mint a cipő. Mindketten nyertünk. Tehát ez, ez a... Na de akkor tehát... attól még egyenlő érték van, csak van, van a két nem, érték, nem, mint a, a másik, nem, nem más, plusz a profi? Nem egy érték van. Nem egy érték van. Fíjtek, ez a végtelenbe vezet ez a... Jó, akkor Jó. ez a vita. De, de, de egyébként a, 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 miniszterelnök úr, amit mondott, az egyébként rendben volt, az kicsit dugra volt, hogy el elgondolkodott rajta, hogy ezt meg igen, az, erős. Mert hogy mert ugye ez pont ezt felveti, hogy ő, ő nyerni akar, mint hogyha, tehát hogy nem, mint hogyha nem venné azt figyelembe az én filozófikus gondolatomba, hogy hát csak úgy lesz csere, ha a másiknak is jó, ha a másiknak... De aztán mégis erre a következtetésre mondja, hogy hát, ha betiltanánk, akkor nem jönne ide. Akkor mi se nyernénk. Tehát igazából csak úgy nyerhetünk, ha a másik is nyer. De ez, ez teljesen jól van így, ez a közgazdaságtannak a alaptétele. Mindig csak akkor fogunk cserélni, ha mindketten nyerünk ezen a cserén. Két dolog van szerintem, ami, ami fontos. Egyrészt, hogy ugye ezt, ezt, nagyon sokszor elmondta már ezt, hogy nem kéne, hogy kivigyék a pénzt, de az, az legyet Zsoltal, hogy, hogy ugye ez a ő korábbi tőke befektetésüknek a hozamat, Tehát, hogy ez, ez teljesen jogos. Tehát, hogy ez én meg, nem a nem há, ha, meg a know meg a satöbbi. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, ez teljesen rendben van. másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy egy, vannak olyan országok, meg olyan gazdasági vezetők, akik úgy tekintenek a világra, hogy az egy zéró összegű játék. Igen, És igen, ugye ez, ez, klasszikusan ez a nézet, ez a zéró összegű játék. Nek ők kiviszik, akkor én azt elbuktam. Ugye? Tehát ő azt igen. mondja, hogy kiviszik a 4 milliárd eurót, akkor én elbuktam a 4 milliárd és a key, eurót. ki az mindig az ország határ. Vegyük érte, mindig az ország határ. A budapesti nem jó, aggódik, de most a, hogy a, az magyar jó, jó, Miniszternek ezt fogja mondani, a, a igen, Renk, azt fogja De mondani, ez most mondani, mindegy. Tehát, más. hogy ezek az emberek azt gondolják, hogy a világ az egy zérus összegű játék, és én csak akkor tudok nyerni, ha másik szív, és ha, és ha másik nyer, akkor én biztos, hogy szívtam. És valójában ugye a világ az nem így működik. Tehát, hogyha valaki elolvas mondjuk Edem smith akkor ugye tudja, hogy miért van az, hogy országba kell bortermelni, termelni, és Angliába kell gyapjút termelni, és ha ez egymás, az egy, ugye mindenkinek van komparatív előnye, stb. Tehát, hogy, hogy, van olyan, hogy kooperálunk, és mindenki jól jár azzal, hogy, hogy tehát nem az, tehát nem ső, zérus a az, összegű az a, játék, hogy csak ilyen van. A profit jön, megy. Nem kimegy, hanem jön, megy. Mert kimegy, a másik visszahozza, mi attól szedjük vissza. De azért inkább kimegy Magyarországról, ez igaz. Hmm. Hát ezt, ezt megnézhet a folyófizetés, hogy hát ugye, mert nyugat európába jöttek a vállalatok, igen, de behozták a tőkét, és most ki. Az egy ár. Tehát, hogy de nem ho... a profit, de ugye, na, tehát ez tök jó. Na, most menjünk bele mégis akkor. A, a, a nem profit... csak a profit az értékteremtés, ez a fontos. Igen, nem a profitot kell pontosan. nézni. A profit az egy ága az értékteremtés. Pontosan, meg. erről beszélünk. De az, a profit. ki megy a profit. De megy a profit. Ezt a mondatot káros kimondani, mert a feltételezik nem hozta be cserébe a profit. Ki megy Ki megy a profit, jobb lenne Magyarországnak ha van ilyen, szerintem van ilyen, hogy Magyarország jobb lenne, ha nem menne ki a profit, de Magyarországnak jó, hogy idejöttek és ezzel együtt kimegy a profit, mert megye, a csere nem egy előértékek cseréje, a csere most cseréltünk, ők idejöttek, ők is nyertek, mi is nyertünk, tehát ez a lényeg. Bár, erre a legjobb példa, ezt mindig szoktam mondani, NAFTA, Mexikó kanada ezt már szerintem itt Igen? is mondtam. Nem tudom. Mexiko, Kanada, USA. Igen, ugye igen. Beléptek a izébe a mexikóiak, és oda kimentek az amerikai Kiment a autógyárak. Kimentek oda az autógyárak, izé, és termelik az autókat, létrehozták a gyárakat, és viszik ki a profitot Mexikóból. Szemetlen. És a mexikóiak tökre örülnek. Hát de magyarok is örülnek az Opens, az és, és ezért usa mert ugye Orbán Viktor még azt szokta felhozni, hogy hát igen, Visz, mi megkapjuk az EU-s támogatást évente, nem tudom, 3-4-5 milliárd eurót, de annyit ki is visznek profitba a, a, a cégek. A kettő nem összehasonlítható egymással. Olyan. Ugye, és a, a mexikóiak is tökre örülnek, anélkül, hogy bármilyen egy fillért kapnának az usa mert ugye egy csomó embert alkalmaznak, ott lesz egy kis, egy idő után egy beszállítói kör, stb. Nem megyünk bele, hogy hogy, hogy terjedjék szét. És a ott is a lesz egy nacionalista párt, amelyik ráúzik el. Lesz, lesz, abszolút lesz. lesz. Még Van el az... ilyen. Igen, az érus összegű játékban hívő. Na itt van akkor ehhez még egy mondat, mert ez, ez tök jó, legfontosabb az, megint Orbán Viktor, hogy megtámogassuk azokat a nemzeti bajnokokat, akik képesek arra, hogy külföldön profitot termeljenek, és hazahozzák, és ezek kiegyenlítsék azt a profitot, ami innen kimegy. És akkor itt van erről egy térkép, hogy mire jó ez a megtámogatás. Az 50 leggyorsabban növekvő közép-európai technológiai vállalat székhelyének országai. Van 18 darab, Lengyelországban, Csehországban is van 18 darab, Szlovákiában 4, Romániában 3, Bulgáriában, Szerbiában is van egy, Horvátországban 5, Magyarországon nulla. Tehát, hogy az, hogyha valahol ez egy ilyen központi akarat lesz, ennek ez a gondolkodás, és ennek alá lesz rendelve például a gazdaságpolitika, na annak ez egy nagyon jó megfogható példája. Magyarországon nulla darab olyan technológiai cég van, ami gyorsan növekszik. De nem, növekszik. nem tehát most akkor Miniszterelnök úr szavait, hogy mit jelent a támogatás, ha ő pénzügyi támogatást ért alatta, akkor nyilvánvalóan nem értek egyet, mert akkor ugye arról van szó, hogy szerintem ez, ezt, ezt nagyon sokan gondolják általában így, hogy egy vállalatnak attól nagyobb lesz az értékteremtése, hozzávágunk egy adott pénzt. De ez nincs így. A profitja nagyobb lesz, de az értékteremtése nem lesz jobb. Ettől általában, hogy mindenki kap egy vagon pénzt, attól, attól, attól nem lesz jobb a, a technológiában önmagában. rossz. De ha úgy érti a támogatás, bocs, tehát hogy legyen nagyon jó oktatás, szuper, tőke, akkor, na, de akkor de nem támogassuk ő... meg. De az a... nem a nemzeti bajnok támogatása, az mindenkinek a támogatása. Okay, de a nemzeti bajnokot támogathatjuk azzal, hogy Magyarországon vannak a legjobb iskolák, és a nemzeti bajnokokban fognak dolgozni a legjobb munkaerők itt a kelet európában és a magyar cégek terjeszkednek Európa szerte, és csinálnak egy csomó profitot. Ilyen értelemben meg teljesen jól van. Valami ilyen. Egyébként erre tökre rímel, amit a legelején mondtam, ugye a szabályozásról. Ugye általában, és amit te mondtál, hogy az innováció nem központi akarattal jön létre, hanem ugye most itt a mi alapjainknál is mi van, az hozamú alapoknál, az volt, hogy a piaci szereplők azt mondták, hogy szeretnénk csinálni abszolút hozamú származtatott alapot. Tehát nem, a, nem, a, nem az volt, hogy a minisztérium kitalálta, hogy figyeljetek, már legyenek ilyen alapok hanem ugye kitalált a piaci szereplő, amit a kormány nyilván törvénykezéssel segíthet, vagy nem segíthet, és ugyanúgy ennek a része, hogy lehet jó oktatás, meg lehet jó egészségügy, meg lehet jó infrastruktúra, többféle dolog, de ugye jellemzően nagyon ritka az, hogy központi akarattal ki tudja találni azt a döntéshozó, hogy melyik lesz az az innovatív iparág, részegység, nem tudom, amibe bele kell rakni a pénzt. Ezeknek az a, az szokott lenni a baja, hogy nem tudja előre kitalálni jellemzően. Tehát az, az a pénz, amit ezekbe beletolnak, az általában elveszik. És ráadásul még hatékonyság csökkenése is készteti ezeket a céget, hiszen ha nem kell dolgoznod a pénzért, akkor minek innoválnál? Az, az oktatásba tolt pénz az nem de hiszel? Az nagyon-nagyon fontos lenne. Az lenne a fontos. Na figyeljetek, menjünk át a békésebb bizékre, vizekre. vizekre. Tűzde? Tűzde? Na nem egészen. Telex cikk. Ö, ö, hogy ugye most jön ki a pémából a sokkamat, és ki, ki hova rakja a pénzét. É, és volt egy ilyen pol és a legtöbben, messze a legtöbben megint állam papírt vesznek a izéből. Mondtam én, hogy azért mert lecsökkentett hát a az azon... Senki nem is vitatkozott vele. De mondtátok, hogy jó, úristen, ki? mi lesz itt, ha nem 18%-os a kamat, hanem csak 8%. Na, mi, mindegy, menjünk tovább. Második hát sor. Sok pénz ki is jön belőle. Mert most jönnek a többi sorok Második sor. Más pénzpiaci termék után nézek részvény, ott van köztük a részvény. Hát, hát vannak végül is. Sorolt föl, de ja, az a baj, ez nagyon általános. Nem, nem, ezek mindegy. Tehát, tehát elnézést kérünk most mindenki, te, vannak problémák nálunk az OVK beregisztráció, meg egy rengetegen vannak. Tehát olszó a sorbanállás, és ö, hát ez van. Elnézést kérünk itt most így adásban, hogy, hogy van, akinek heteket kell várni, hogy megnyíljon az OVK-ja, mert a banki azonosítás tök jön vissza, és így tovább. Tehát, hogy vannak ilyen problémák, elnézést. Mert mit csinál, mert az emberek rakják az állampapírhozamot máshova. A harmadik sor. Na de várj, most akkor azt mondod, hogy ugye máshova is raknak nagyon sokat. Igen. Tehát ebből az ábrából az látszik, hogy a legtöbb pénzt visszarakják állampapírba, de egy csomót az máshova raknak. Érted? Na de ti azt mondtátok, hogy mekkora bajban lesz a költségvetés, mert mindenki jön ki a lakossági állampapírokba, és hogy, fog, hogy, fogja akkor ugye... Mi, honnan lesz költségvetésnek pénze? Mert hiszen mindenki eladja Én izé nem tudom, én úgy emlékszem, hogy én azt mondtam, hogy majd ha kihoznak egy új állampapírt, ami vonzó lesz. De még azt se kell, látod, mert azért itt még mindig, 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 veszik az új állampapírokat. Tehát még, még veszik. Veszik. Nem, hogy nem veszik ki, az állam, tehát nem veszik senki ki a primából a pénzét, hanem még rakják az, az nem, nem most lesz, az nem most az lesz Igen, az, az, tehát az le fog járni a 18%. Százalék, az akkor lesz izgalmas. Most ez csak egy kamatfizetés volt. De Ott van, vagy de men, hát mennyi van a 18%? százalék? ha visszarakják azt jól mutathatja, mert ugye ma már nem tud visszafektetni a 18%-ot. Igen, igen, nem, igen. Tehát nem végül nem is nem. az üzenete, hogy most ezt mibe teszik, az. Le lehet előre mutató a jövő évire. akkor lesz a sok pénz. De mennyit nem, nem állampapírba raknak? Hány ré, mekkora részét? De szerintem a 40%-át nem állampapírba igen. Rakják, vagy de Most szerintem ezek, ezek, darabok, tehát hány, hány válasz volt szerintem? Jó, igen, vagy ez okay. kényszer, tegyük, tegyük fel, hogy az arány az nem mindegy. pénz, ez egy darab, ez egy de kérdő, az, jön, az semmi, semmi jelentősége nincs egyébként, meg nem, valószínűleg nem is mutatja jól a valóságot. Igen, igen. De hogy ö, de hogy mondjuk itt az jön ki, egyszerűsítsünk, hogy a felét rakják vissza állampapírba, a felét nem. Mondjuk, igen. És akkor most még csak egy kamatfizetésre beszélünk, most is járt a papír, de még nem a nagyon-nagyon nem sok, és majd azt találgatjuk, hogy mi lesz egy év múlva. Amikor a három ezer milliárd forintnak esetleg, ha a fele kipattan, az már sok. De nem igen, a papíron kipattan, ki, szerintem még mindig, hiszen ha, ha nem? még mindig a flow oda megy, hanem csak a, a kamat nem megy vissza annyira. De nem, 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 hát az, le fognak járni, akkor tőkét is. Még fognak. sokára járnak le, miről beszéltek? De azért jár le, Na, Le nem lejár, igazad van. A 18 Na, -e visszaváltja minden, A 18 végettől, Az biztos, hogy én visszaváltom. És visszaváltják. De miért váltod vissza, ha nem találsz jobbat, mint a 8 vagy hát, a 6 Majd meglátjuk, lehet. hogy mit jó, Ez a kérdés, hogy találunk. Ez a kérdés, jobbat, hogy találunk lesz, és a fele ember azt mondja... Akkor már nyitva lesz Ha minden jól megy, Szerintem minden jó fog menni, akkor egy év múlva ilyenkor itt lesz a Hold Meg vagyok mentve. Lehet még hozzá vagy találni jövőre is az országban. Na, figyelj! Addigra nyitva lesz a Citadel, az Expedíció alap a Hold mindenki eldötheti, hogy ki az, melyik a szimpatikus. Így van. Ó, eszembe, ez nagyon jó! mondjátok csak Mert most jutott eszembe, hogy még egy nagyon érdekes dolog történt velem a múlt héten. Jó, mondjátok Figyelj, mert beszéltünk előtt, hogy levadásszák a pozíciókat. Tudod, hogy. Hogy igen, igen, hogy berakunk egy stop loss valahova, általában olyan piacokon, amik illikvidek, meg ilyen, főleg OTC piacok, mondjuk deviza piac, és látja a könyvet a, a market maker, és pont oda megy le a piac, hogy kisztoppoljanak téged. Ugye, tehát ez, ez, ez elég gyakran előfordul. És visszapattam. És utána visszapattan. A És képzeld mi történt velem? Volt egy pozícióm amerikai állampapírokban. Most, most recently, vagy régen? Recently. Ez a múlt héten. Igen és uh, mit tudom én, a napi forgalomnak, tehát egy elég sok, tehát a napi forgalomhoz képest nem sok, de egyébként szerintem egy elég nagy pozíció volt, uh, mint hogy két millió kontraktus a napi forgalom, és ez 2000 kontraktus volt. Nem olyan kevés azért. Uh, és uh, volt, kijött valami adat, vagy nem tudom, mit kitaltak, és egy 64 re ugye ilyen 64 ekbe trédelik, mert ezek ilyen idióták, egy 64 megközelítette a stoppomat a Piac, és alatta visszaforult, Tehát egy egyetlen. Ú, nem vadásztak Tehát le. Tehát fölment odáig, pont és pont nem vadásztak ne le. Ilyen ne még ne. soha nem történt velem, csak azt akartam elmondani, hogy pont előtte megfordult. Tehát ilyen még életemben nem ne történt é, velem. Ugye? Ugye? Tehát ez nagyon ritka. Mindegy, csak ezt, ezt most eszembe jutott, hogy ez milyen nekem is, is eszembe jutott valami off topic, de eszembe jutott az elméletneve. Gravity Na. Equation, angolul gravitációs egyenlet. Ez Na jaj, a közgazdaságtan. Na, Na ma is tanítottunk valamit. harmadik vannak. sor, hova rakják? Ja, 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 a parasztok vannak. a pénzt, mert ez nekem nagyon tetszett. Devizát vagy kriptovalutát veszek? Hát azért ez 99,9%-ban euró szerintem. Igen, és a, az, az igen, jó össze mostták, hogy igen. vagy eurót veszek, vagy bitcoin. Igen, hát melyik? Az, hogy melyiket vegyünk. Na de várj, mert ez egy nagyon fontos, ugye, és ez a forint szempontjából is egy fontos. mert Ugye azt mondják a csávók, hogy mit tudom én, kiviszik a pénznek egy részét forintból Euróba. És ugye, hogyha lesz ez a lejárat, ez az óriás lejárata, és nem ad egy rendes alternatívát a kormányzat, akkor lehet, hogy egy csomó pénzére eurót fognak venni. Az már azért látható lehet. De, most, de most folyamán. is ez látható. Kérdőjében valahogy úgy kellett volna megkérdezni, hogy az eurós rész egy külön, vagy egy külön dimenziót adnak, hogy na jó, bármit csinálsz, de mondd meg, hogy forintban lesz, vagy euróban, és akkor Igen. sokkal okosabbak lennénk, mint így, hogy itt össze vannak most. Tehát, van. ha nem, ad, nem, nem, lesz rendes alternatívája ezeknek, akkor az lehet, hogy egy komoly forint tényező lesz akkor majd. De most, szerintem most is ez Lehet, hogy most is ez zajlik. Igen, simán lehet. Jaj, na, de figyelj. azt már szerintem leváltották ezeket a pénzeket, nem? Aki már akart megvetni hát én még, neke, én, én még most veszem észre, hogy még az egyik számlámon még mindig van. Igen, igen. Hú, az, akkor, még nem. Nem. akkor, még nem. akkor még És most jönnek még nagy lejá... még most jönnek nagy fizetések. Tehát mi május Szerintem az, hogy egy embernek így egy hónapig hever pénz a számlán, az... és nem csinál, az simán a Viktornál dani Daninál ez kizárt, kizárt, kizárt. igen, igen. A Zsoltal, mi a Zsolta, azért próbálok rá figyelni. A Zsolta, mi hanyagabbak vagyunk. Hát de azért, mert és nem mondom megint, hogy miért. Miért? Nem mondom megint. Na, figyeljetek, és akkor ö, mi van? Nem tudom, ez, mit nem mondom. Hát mert most érted, most azon olyan picit nyerek ahhoz képen. Jaj, fel, és jem. nekem is annyira kicsi, amit ezen... Jó, tehát ugye nem mindegy, hogy 50 ezer forintról szó, vagy 5 euro, vagy 50. Ez a leszarom rész, ugye? Ha, lesz, lesz, mert, ron, leszarom, mert leszarhatom. Igen, így van. Na, ö, na figyeljetek, akkor levezetünk. Levezet, levezessünk a teknősökkel? Akarjátok a teknősökkel? Teknős. Nem tudom, mondom, a teknős. Ez egy, Címe, kicsit szomorú a cím. Nyolc gyerek halt meg, miután tengeri teknőst tettek Zanzibárban. Ráadásul 78 embert kórházba szállítottak. És ez azzal lett összekötve, hogy a qi ban volt egy nagyon jó műsor. Következő a kérdés, miért nem volt sokáig tudományos neve az óriás teknősnek? Latin neve. Tudjátok-e? Mert lehet, hogy több faj van? És nem tudták elkülöníteni? Nem, ez egy faj. Nagyon későn találták meg őket, mert csak kevés helyen vannak. Miután megtalálták, még sokáig nem volt. Nem, tudom, nem tudták képzelni. besorolni őket, hogy hova tartozzanak. So, ugye ezt máshol találták, hajóval vitték volna Londonban, hogy ott adjanak neki nevet. Nem ért el Londonban, mert megették. Még a Darwin hajóján is megették ezeket, mert ezek az óriás technikusok hát, De attól annyi... nevet még adhatnak neki? Nem, mert nem látják a. Ja, ja, nem tudják megnézni, hogy Egy csak, ha, csak, csak élve lehet. Élve lehet. De hát ha megették, akkor még ne, a jutott el ezek Annyit jutott el Londonba, hogy ez a világon a legfinomabb dolog. Tehát, hogy ez finomabb, mint a legfinomabb csirke, mindennél finomabb, mint amit bárki valaha valaha evett. Ennyi jutott el, ez a hír jutott el, mondom, és így nem tudtak latin nevet adni neki. Sokáig ez volt, és azt hiszem, hogy Zanzibáron még itt. Hát pedig, ezek a világ legcukibb élőlényei én megmondom. Én voltam egyszer egy ilyen technős rezervátumban, 10 per 10. Nem etted meg őket? Nem, de etettem őket, mert a levelet így lehet a szájukban, és mindent megesznek, amit adsz nekik, ha banánt is adhatsz nekik, meg leveleket, meg mindent. És Elkükszél. nem ugrik fel rád, nem. és nem ugat, amikor elmész a, a kerítésre. De meghagyta egyszer lát? a kezemet. Igen, igen. nyitott -e nagy, nagy, élek, nagyon, nagyon a lovat, mint a, ö, a foga. Egyszer, egyszer, megsértette a kezemet. Le tudja harapni az ujjadat. Igen, tehát vigyázzam, de egyszer meg beleharapott sajnos. Na, neki már a sértik a kutyák. Elmegyek az utcán, és tízszer is nekiugrik a kerítésnek, hogy azt hiszem, hogy megközben Na meg... mindegy, de ez ilyen terápiás állat, tehát Magyarországon a kertbe, ha lehetne, akkor biztos szereznék egy óriás technest. Jó van. Na figyeltek, Akkor ennyi. A, ennyi, ennyi. Mindenki az. elmondta a sztoriait. Mindenki elmondta a sztoriait, mindenki tanult, reméljük valamit. <laughs> Vigyázzatok arra, hogy ne arra készüljetek, hogy mindjárt 3000 lesz az sznp 500. mindenki vigyázzon erre, nagyon vigyázzom, mert szóval lesz a hozama. De mindenki kezeljen kockázatot közben? Közben mindenki kezeljen kockázatot. Na jó, elég. A Jé, szerintem, a... bocsánat, csak annyit akarok még ehhez hozzáfűzni, amit Zsolt mondott, szerintem azért a, a nyitott elme, tehát hogy én el tudom képzelni a 3000-es sp t el tudom képzelni a 7000-eset is, és szerintem ez azért nem, nem ártalmas. Ez nem ártalmas. El tudom képzelni ez 1 millió dolláros bitcoint is. Én is. Az ezer dollárosat is. Azt nem. Na, úgy van. <laughs> Jó. Akkor, akkor Rá, el, találtunk nem. különbséget. Azt, ne, hát igen, de hát így uh, azért úgy jobbak a hozamaid akkor, hogyha az elvárásaid közelebb vannak a realitáshoz, mint ha nem, nem? Persze, ha a realitásban neked Most lesz igazad, mondod, az, hogy, hogy, nem, hogy az ideál. Hogy, 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 hogy irálisan látom a dolgokat. Az, az ezer dollárs bitcoin. Ja, értem. Be. A, a, Jó, az, zárjuk okay. ezt le. Köszönjük, Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a Viszont figyelmet. Viszont hallásra, Viktor. sziasztok. Na, szervusztok.